Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után pontosan 14 perccel kezdjük a csütörtököt. Hello Feri, hello Jani! Hello! Sziasztok! Drága, aranyos, picit drága kis hallgatóink, itt vagyunk. Hát, szóval, hogy ígérték ezt a hideget, ez megjött. Aha, itt is van. Ez megjött. Nagyon-nagyon durva 0 fokot tudtam mérni, ahonnan indultam, és egy nagyon durva 3 is felett, ahova érkeztem. Fölfutott. Azért az, szóval ez a másik véglet, nem? A 23-hoz képest, ami volt 2 hete, ahhoz képest 0 fok van, plusz-minusz 1-2 még, amit hozzá tudunk tenni. Attól függ, hogy milyen tájegységről beszélünk, de csípős. Deres volt az én autóm, Velencei tó partján. Most hallgattam a vezér rádiót idefelé, és mondták, hogy van ilyen -2, -3. Igen, csípős. Csípős a reggel. Olyan voltam, mint Sebastian Vettel. Mert hogy beálltam tankolni egy benzinkútra, és annyira rohantam, hogy egyrészt nem állítottam le a motort, a tankolás közben vettem észre, de tényleg. De nem, a kutas tankolt nekem. Olyan csendes halkjárás volt. A kutas tankolt nekem, és lehúztam hátul az ablakot, mondom, 5000 érléci lesz, tehát beletankolt. Nem, én most hátul ültél? Járt a motor, nem, hátul. Kidobtad az 5000-est, egy papírrepülőt. Vidd be léci, adtam neki aprót, bevittem, és mentem tovább. Visszaakasztott a pisztolyt, és már mentem is, és ott voltam a következő piros lámpán. Ki se tudod nyitni a tanksapkát, ha jár a... De, nálam igen. Ja, angol. Mm-hmm. Hát végül. Ha, nem, gyárilag nem lehet, de az övén igen. Nem kéne, nálam akkor zár a tanksapka, ha bezárod a tanksapka, illetve maga a fal, ha bezárod az autót. De az autó nyitva van, már pedig ugye beültem, akkor azt csak megnyomod, és az szépen kinyílik. Mert ugye általában nyitott járóautóval, vagy ahol nyitva van az autót, vagy te is, akkor nem tudják ellopni a menyát. És útközben értem rá, hogy nem állítottam le, egyébként nem kell, nem robban fel az autót, tehát ez egy téfit, és de azért mindenki állítsa le persze, és berakta a pisztolyt, adtam neki 5002-t, mert 5000-re tankoltam. Közben túráztattad a gépen, hámosták a szélvédődet. Nem, a felénél rájöttem, mondom, jár a motor, hát azért nem, itt akarok meghalni, mondom, ha igaz. Hanem... Vártad az esőgumika. Igen, letörölték a szélvédőmet, a sisakomat gyorsan megítottak egy hosszú szívószállal. Igen, és vissza tudtál jönni a harmadik helyen. Két pozíciót veszettem, de azonnal kilőttem. Annyira jó volt, beálltam hátsó ablakon, jobbra kiadtam a pénzt. Gyorsan 5002-t, hogy legyen egy kis borra, megkértem, hogy vigye be, de jó fej volt, bevittem, mert ezt ugye meg tudod csinálni, hogy nagyon rosszok. 2000 év tankoltál, aztán 5002-t, hogy legyen egy kis borra való. Nem, 5000 év tankoltam, és 2-t adtam. Picit nézte a pénzt, tátott szájjal, és kikerekedett szemmel, de nagyon örült neki. Úgyhogy kilőttem, és tartoltam, és jöttem, úgyhogy egy perc alatt megjártam a tankolást. Muszáj volt, mert egyébként elkéstem volna. Viszont nem láttam Védát sehol, hát nem az van, hogy most, majd. Reggel 6 órakor kezdődött, 900 helyen van. Én egy darabot nem láttam. Lehet, hogy egy helyen koncentrálódnak. Volna be. Én amikor jöttem, még nem voltak, 6-kor indul a móka. 6-kor? 6-kor indult el, mondjuk te belefuthattál, ha itt a lágymenyosi meg a rádió között volt valami. Á, sanszos, most ijedtem egy picit, meg későn indultam. De király. Volt, hatót akkor már üzemelnek? Igen. Hát abból már az a összeért egy 100 km kerítés délre. Az biztos, pénzügyileg már megvan. Azt hiszem, dübörög. Úgyhogy ma este 6, azt hiszem este 6-ig 12 órás a móka, úgyhogy mindenki vigyázzon, mert tényleg ott vannak, és a az van, hogy egy helyen vagy, tehát hogy így kidobnak valahova, és este 6-ig változtatják a helyüket. Ide-oda. Igen. Na de ami mindennél fontosabb, és ami mellett nem lehet elmenni, és amit mindenképpen meg kell említeni. Egy jó hír. Jánosnak átküldtem tegnap, te már tudtad, vagy én tőlem tudtad meg? Én Balázstól tudtam meg. Tőlem tudtam egyszerűen meg. Hihetetlen. Hogy jó napot kívánok mindenkinek, jó reggelt! Bátaszék, molyos tölgyek, kérem szépen! Az európai év fája lehet, jól lenyomtuk a cseheket, a lengyeleket, a szlovákokat, az íreket, a mindenkit. Egy tapsot inkább keresünk. Na, kérlek szépen, akkor olvasom, és azt mondja, hogy he oldestre of bátaszék istre 2016 európean tre of helye. Nagyon szép. 72.653 szavazattal, 43 ezeret sikerült csak összehozni a cseheknek. Kicsit azért igen. A lovak közé csaptunk. Úgyhogy... Vagy jók a magyar hekkerek, tudod. Vagy szóval. Hogy is, nem, mi nyomtuk. Az általad érdemtelennek említett interjú. Ugye? Tessék! Hát, és akkor adjuk meg a módját, kérlek szépen! Remélem, kölyök pesgő! Természetesen! Jézusom, az a legalja! Alkoholmentes, figyeljetek! Azt mondja, hogy megmarad még karácsonyra!
kérem 2000 szavazattal! Yes! A bolygos tölgy! A molyhos tölgy! Még egy pohárral! Na, azt mondja, hogy... Ami maradt, harag. János Pezsgőt tölt közben. Ó, te ne, ha a legkisebbet, mert nincs benne alkohol, akkor... Igen, a bátaszéki bolyhos tölt. Ez az, János! Egészségetekre! Egészség. Így van, Istenetesse sokáig a bolyhos tölgyet! Rögzítettem videóra ezt a kis kocsirtást, felrakjuk az Instagram, felrakjuk az Instagramra, mára megy az Insta enged. Én is olvastam ezt, mondom, ezt ma az orrod alá dörgőjük kora hajnalban. Kézzel, küldte el egyébként, ülök a vacsora asztalán, 8 órakor a kis családdal békében vacsorázunk, erre jön egy SMS, hogy Kokó, mondom, mit a Kokó nem szokott nekem üzenni, elküldi nekem sok-sok felkiáltó jelen, mondom, miért érdekelt ebben, volt egy szakmai zsűri? Igen, milyen kedves a Kokótól, hogy pont annak küldi el, aki a legjobban szurkolt, érdezik, az én számom is megvan neki. Nem, ebben irónia volt szerintem, ezt értettem, mondom, ebből beszarok, mondom, ír, visszaírtam neki. A Jani kicsinált vele, de igaza lett meg, mert ezt írtam vissza. Igen, és kapom este az SMS-t, nézem, mondom, mit akar. Na nézd, azt mondja, nyert a bolyhos. Úgy, hogy van, másolást tudod be, tovább küldes Janina 72 000 szavazatot, és sírtam rajta, mondom, nem hiszem el, hogy de holnap, mondom, ja, és akkor írtam még a Janinak egy SMS-t, hogy írt a Jani is, hogy úristen, sírok, meg jaj, de jön, meg nem tudom, én meg azt mondom, hogy ezt írtad? Igen, Istenem, sikerült sírozni, meg visszaírtam, hogy úristen, mennyire fogom én ezt unni holnap. És ott már írta Jani, hogy vízpezsgőt, azt hittem csak hűz, de akkor tényleg. Úgy megnéztelek volna este, hogy átölöd a családot, hát, mert csináltuk. Így van, kicsit együtt sírtunk, zokogtunk, összeborultunk, nem tudtuk odafigyelni, Kálmán Olgános. Igen, most kivételesen Kálmán Olgános marad. Amúgy. Igen, szóval, hogy na, hát megnyertük, és rámertünk a csehekre mindenkire, tehát a magyar internetes közösség és a mi hallgatói nagyon aktívak, azért hát picit sikert tulajdonítsunk annak, hogy azért itt egy 3 hónapos kampánysorozat volt. Még az is nyomott kettőt, aki sose hallgat minket, és nem akar. Hagyja már abba. Igen. Valószínűleg a cseh rádiómisorok nem álltak a saját fájuk mellé, és nem. Egyszerűen ez hozzá segített. Figyelj, elszontyolottak szerintem, mert hogy Bátaszék a molyhos tölgye, ugye 2-3 000 szavazat le volt éppen maradva a csehek mögött, amikor mi beszálltunk egy picit így a kampányolásba. És akkor onnantól kezdve annyira megindult a dolog, hogy szerintem a cseh barátaink egy kicsit így most akkor nincs így már kedvünk nekünk megnyerni. De nagyon korrekt, hogy nem vettek föl valakit, aki meghekkeli, hogy nem internetkávézóba küldtök magunkra, még egyébként nincs annyi akkora súlya azért egyszer, nem arról szól, hogy most hol rendezzenek olimpiát. Igen. De most egy jó IT is azért ezt 10 000 e-mail címről simán beküldi, úgyhogy egyszer csak hirtelen megnőnek a csehek. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon korrekten intézték ezt. Főleg, hogyha tudják majd, hogy mennyi pénzt lehet vele kasszálni, mert a győztes fa támogatási összege 560 euró. De. Hát mi? Egy ez úgy van, hogy adományokból, az adományokból érkező adományoknak, támogatói adományoknak egy bizonyos százalékát adják oda a nyertesnek. Hát ez most ebben az esetben 560 nem euró. Támogatták. Én kiegészítem 600-ra. Jó, nagy vonalú vagy, egy 40 euróval? Igen, de csak akarat is beszálltok. A francsokat, te projekted. Engem ne látsz magaddal. Én nem adok a bolyhos tölgynek egy forintot. Kampányoltunk eleget, már kapott terepet, hanem tulajdonképpen miattunk nyert, legyünk őszinték. Szóval, hogy... Így van, de ettől függetlenül természetesen Dr. Bozsolik Róbertnek, a polgármester úrnak is szívből gratulálunk, és minden bátaszékének. Na most neki, a polgármesternek miért gratulálsz? Na tényleg, hát, hogy függetlenként győzött annak. Igen, szóval, hogy most odállt belé, csinált egy jó fotót, vagy tehát, hogy nem, hát, hogy közelnek a polgármesternek. Majd nyugodtan, engem nem zavar. Nem mindenkiből lesz doktor, például. Az igaz. Na, úgy már igen. Mi ez az olcsó vacak, amit hoztál? Hát alkot kölyök pezsgő. Nézd már meg, egy patinás magyar márka. Jézus, mert nyugtass meg, hogy nem ezt tisztáltok. Nem a márkában van. Karácsonykor, szerinted miért maradt meg belőle egy üveg? Úristen, hogy bontatlan urálgásra. Mások belehalnak. Jézus Mária. Van azért a világon. Majd mondjuk ez a Dom Perignon sem a régi. Persze. Igen, majd mondjuk 3 márkát, akivel érdemes foglalkozni. Aranyosak szeretjük, konkrétan ez a fajta gyerekpezsgő, hát ez azt a mindenség. 6 évesen itt a utoljára egyet egy lakótelepi hálószobában. Vissza lehet még zárni, akkor jó lesz most karácsonyra is. Karira is jó lesz. Tegyél bele kanalat, még kariig meg vagy vele, az állítok, megfogja a szénsavat. Na jó van, oké, szóval erről ennyit megnyertük. Meg vagyunk. Köszönjük mindenkinek, aki szavazott. Rendesek vagy. Így van. Találkozunk a következő év gyomnövénye szavazott. Úristen. Lesz év madara megint évfüllője. Felakasztom magam. Kis siker is siker.
vigyék hírünket a világba. Érted, ez tényleg európai, tehát hogy az Európai Unión belül megint valamit megcsináltunk, látod? Azt gondolkozom, hogy azért ekkora öröm ez, mert ennyire kevés siker ér bennünket világszerte, mert szerintem egyébként igen. Tehát ott tartunk, hogy egy rohadmányos bolyhos törnek ennyire örülünk, hogy megnyerte. A halálos a jelentéktelen, semmiről nem szóló. Addig fogod mondani ezt a bolyhos törnyet, még ez épül. De azért én mindig oda becsúsztatom mellé a bolyhost, értitek? Halálos a jelentéktelen, semmiről nem szóló, és senki nem érdeklő szavazás, érted? De hogy egyszer már ebbe is kapaszkodnunk kell. Annyira látom magamat, az elmegyek a riporterre, már legközelebb majd úgy fogja megszólítani a polgármester, hogy és mit szólnak ahhoz, hogy az épfája lett a bolyhos törny. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk tegnap, jöjjön egy pici ismétlés, csak hogy mindenki hangulatba kerüljön. 83 éves öreg, nem öreg, hát nem lehet azt mondani, hogy öreg, egy idős, helyes nénivel foglalkoztunk, 81 éves volt, mindegy is, aki 13 évet spórolt arra, hogy megvegye álmai autóját, egy Subaru Imprézát. Hát aki ismeri ezt az autót, az tudja, hogy általában nem öreg nyugdíjasok szokták venni. 45 ezer euró volt, tehát néni egyébként egész sokat tudott havonta félretenni, kiszámoltuk nagyjából 100 ezeret, ugye? És megvette az ő hőnáit a Subaru Imprézáját, mondta, hogy neki nincs más hobbija, ő nagyon szeret vezetni, és ez az autó, ez bizony az ő kedvence. Nyomott egy kövéret, és elfurikázott az autószalomból, és hát ugye arról beszéltünk, hogy ki mire spórolt már gyerekkorában, ki mire gyűjtött, és mi volt a nagy álom, amit aztán vagy megvet, vagy nem. Mit akartál mondani? Ja, csak azt akartam mondani, hogy is elsodort 3 Védát. Igen, és felborít 4 rendőrt. Igen. Nagyon helyes a néni, nagyon helyes, azóta is vidáman furikázik. Sajnos nem magyar nyugdíjasról volt szó, hanem egy Lengyelországban élő nyugdíjas. Igen. Hát más a nyugdíja, ahogy halljuk. Itt azért egy... Nálunk ez egy erős fikció. Nem baj, most emelünk nyugdíjban 30 tojással többet tudsz venni egy évben az ember nyugdíjból. Igen. Nagyon jó. Igen. Ahogy a hallgató írta, itt 83 éves spórolsz, hogy 13 éves autót vegyél, nem 13-at, 83 évesen, hogy a Subaru Imprézát. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, aztán jövünk még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Na, hát ezek voltak a tegnapi nap legjobb pillanataim. János elment bedugozni a pezsgőt, mert ez még nagyon jó lesz. Tényleg jó lesz augusztus 20-án, amikor majd tévéből nézik a tűzijátékot otthon, mint hogy minden évben. Hát meg ha lesz valami szavazás, még igen, fostos bugybóka, vagy ki volt tavaly, aki nyert. Igen. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Tiszafüred 33-as főúton táblánál egy véda, hasonló óvatosan, 50 km/h lehet menni. Trafi az 5-ös főút, Dabasi Molkutyánál, Almáriban a szokásos helyen, Berettyóújfaluban a körforgó után, az M5-ösön a Dabasi kijárónál, Emároson a 203-as kilométernél. Hát ez most nem tudom, hogy ezt most bírni fogjuk-e, illetve hát majd megpróbáljuk az összeset beolvasni, de 10-ig lehetne trafit olvasni, mert hogy a létező összes trafi kint van. 8-nál tartották, 900 van kint. 900 van kint, igen. Szóval, hogy elképesztő. M6-os Budapest irányában 90 km körnél szintén trafi, úgyhogy ott is vigyázzatok, és hát rengeteg helyen még. 405-ös főúton dupla pihenőnél már dolgozik, Vecsés, M0, M5 felé a hídról drága fényképek készülnek. Szóval ma szinte nem is kell mondani, tényleg mindenhol tartsátok be a sebességet, ha nem akartok fizetni, mert nagyon-nagyon drága lesz ez. Mondom én, aki egyébként már rekordot döntött a beéréssel, hogy elnek és sejt. Jó, de hat előtt még nem számít. Hat előtt még szűz terület volt, még nincs, még nem voltak kint a védások, igen. Na, hogy állunk játékkal? 2-1. 2-1. Tegnap elbuktam. Egy szikszói fejré feldolgozós olyan mondatba belekavartam egy igen. Érezted a szagot azért, az megfocsarta az agyat. Akkor még van esélyünk. Persze. De még a hallgatóknak is. Jelentkezzetek, ha játszanátok. Jó, küldjetek SMS-t, hogy honnan írtok, miért játszanátok, mit csinálnátok velünk. Egészen nyugodtan fejtsétek ki, ha van kedvetek játszani. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M3-as autópályán nagyhalászi pihenő után beül a kisgrófó az A8-asba. Üdv Zsoli, köszönjük. Aha, köszönjük szépen. Csak óvatosan lassan nyomjad. Lassan. Na, megnézzük, hogy kiben játszunk. 2-1-re megyünk, ugye? Ez a helyzet jelen pillanatban. Így van. De hát ez még változhat, ha jól játékosunk és ügyes, akkor akár ma egyenlíthet is, hogy holnap a heti győzelemért harcoljunk, úgyhogy hát a hallgatókon a világ szeme. Nem szokott ez így lenni, csak nem mondom. Nem szokott így lenni, igen, de meglátjuk, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhető rádiós trió felkészült a 4 tiltott szóra. 4 műsorvezető, 1 tiltott szó. Fekete, fehér, jól gondolt meg a választ.
Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia Anna! Szia Zsül! Szia Jancsi! Jancsi! Anna Zsül Jancsi! Anna Zsül. Ilyen párosítás, amit soha nem hallottuk. Tehát Anna Zsül Jancsi, ebből Zsül Szabi van, nincs is itt. Jancsi kifejezetten jó. Életemben nem jutott mi. De nagyon jó, igen. Tetszik. Majd hívjon mindenki Jancsinak. Igen. Jancsi fiam. Sok lesz. Erről mi lecsúsztunk, Feri. Zsuzsiból mi nem kaptunk. Nem kaptunk. Kicsit János Vitézés. Fercsi, Balcsi, Jancsi, Zsülci. Vagy Kevin. Ferko. Vagy Kevin, igen. Ferka. Kivel játszanám? Zsuzsi, mondd meg nekem. Hát, én szeretném, hogyha most ti a Ferivel döntenétek egy kőpapírollót. Nincs erre időnk, drága vagy, mondj egy nevet, mert nagyon kell valami. Hadd én, akkor legyen Balázs. Jó, édes vagy, csak nem tudunk ezt nektek kell eldönteni, nem időntjük el. Akit ti választatok, indítjuk az órát, jó? János? Jól. Jancsi? Jancsi, 3, 2, 1, fire! Zsuzsi, ugye jól mondom? Jól mondod. Honnan hívtál, Zsuzsin? Veszprémből vagyok. Veszprémből vagy, szereted Veszprémet? Veszprém jó hely. Neked is tetszik? Tetszik, így van. Most azt olvastam, hogy az állatkertbe dínók jönnek. Ezt hallottad? Persze, hogy hallottam. Tényleg? Tetszik neked a... Felvennéd a Kevin nevet? Mi csodát? Amikor bent voltak az E-pluszosok, akkor a Filip azt mondta, hogy így lehettél van. Volna Kevin. Lehettem volna Kevin. Hál' Isten megúsztam. Filip említette, amikor... Sebestyén Kevin. Felvennéd? Kevinke. Kevinke. Az is jól hangzik. Neked van beceneved? Igen. Nincs. Nincs-e? Hogyhogy? Hogyhogy. Hogyhogy. Hát, mi van már? Igen. Van meg? Volt egy igenis, meg egy nem is egyébként, meg volt egy bék, meg az nem tiltott szó. Hát, mi van már? Itt vagy? Hány másodpercünk volt? Nagyon, meg volt egy pici drága. Még egy kevéske volt. Hány másodpercünk volt? Én azt értem. Kevéske volt. De most kevéske volt még. Ajj, van tessem belé. 15-20 másodperc még volt. De ennyi, azt is lehet mondani, ennyi. Puszilunk. Az izgulás. Azám. Puszilunk. Kezem lábam remegel. Sziasztok! Puszi Zsuzsi! Köszönjük! Puszi Zsuzsi! Hello! Nagy beszélgetések lehetnek ott. Hát persze van 7 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után, 9 perccel és egy jó kis clean után itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, aki most indul, készüljön, öltözön fel jól, hideg van, megjött a hidegfront, hűvös a reggel, 0 fok volt, most már nyilván melegedett valamennyit az időjárás, de hideg van, úgyhogy reméljük nem tart sokáig. Reméljük, hamar elmegy. Állítólag szakadó eső hétvégén. Azt olvastam én is, igen. Nagyon vidám. Nem megy el. Hát, illetve mára igen, mert ilyen 20 fokot mondanak. Még a holnap hagyján, és aztán szombat-vasárnap. Szombat-vasárnap, igen, az nem néz ki jól az én telomon se. 13 fok vasárnap. Menő. És szakadó eső. A vasárnap lesz udar, még szombaton csak-csak. Azt olvastam, hogy a vasárnap az. Igen, de hát az április ilyen szeszélyes. Meg a február, meg a május, meg a június. Csak durva, lassan rövidülnek a nappalok, nem tudom, észrevetni. Adjál már, hogy tegnap beszéltünk fél 9-kor még ilyen derengő világosságban. De már csak másfél-két hónap, és rövidülnek a nappalok, június közepétől ugye átállunk. És lassan megyünk ki a nyárból, hát szomorú világ ez. Hát ma még 0 fok, és nem sokára megyünk ki a nyárból. Igen, és a pásztorok pedig fázosan magukra húzzák a szűrűket kint a nyájnál. Gondold el, hogy milyen közel van egymáshoz a kettő. Tehát ma 0 fok reggel, és másfél hónap múlva meg már rövidülnek a nappalok. Tehát tulajdonképpen a természet elkezdett összehúzódni, és megy bele a térbe. Hát én kiírlak. Azért ez milyen szörnyű április világ, nem? Április végére, ez dumál, hogy már mindjárt hullanak a levelek. Ha Havasi kirakatja a decemberi poszterét adom. A koncertről, akkor én is elmondhatom, hogy másfél év múlva, másfél hónap múlva rövidülnek a nappalok. Szóval őt úgy se lehet megverni ebben. És úgy se lehet. Ő alig várja már, hát szurkol. Szerintem, hogyha ha tehetné egyébként, a Havasi nyári álmot aludna, hogy minél hamarabb jöjjön a karácsonyi koncert. Decemberi aréna koncert, elképesztő. Na, hát figyeljetek, most nem tudom egyenként elmondani, hogy hol van trafi, mert nem túlzok, rengeteg SMS. Tehát, hogy
nem is tudom, a 100-200-300 SMS-ünkből legalább a fele arról szól, hogy hol van trafi, mindenhol. Az M0-ason, az M7-esen, az M6-oson, 10 kilométerenként trafi, úgyhogy vigyázzatok tényleg, mert nagyon, nagyon könnyen bele lehet futni. Valaki elküldte boldog karácsony. Köszönjük. Kösz, neked is. Szóval ma van a nagy speed maraton, és hát ma gyerekek, kasszál az ORFK, ha nem vigyázunk, úgyhogy úgyhogy csak óvatosan haladjon mindenki. Így van. Ma ez is tányéból lesznek aranykonállal. Ma Habzsi Dőzsi van az ORFK-nál, ha ez befolyik a központi költségvetésbe. Miattunk csinálják az egészet. Igen? Mondom ezt én, aki most fizettem 30 ezeret egy ilyen gyógyszert. Bizonyám. Te most fizettél 30-at. Kaptunk ide védát? Nem rakatott le valaki ide elég, nem? Nem volt senki annyira jó fel? Nem voltak elég bátrak, hogy a pénzverd elé? Majd Lacit kiküldjük, nézzem már ki, lehet, hogy néhány hallgató küldött e-mailt, hogy a pénzverd elé és tegyenek már le egy mérőeszköz, és akkor kaptunk mi is. Mi tavaly ugye küldtünk több helyre. Nem, hátul van most az udvaron, mert tudják, hogy mindig füstölg a gumikkal indulsz el. Alig várják a 10 órát. Na, azt mondja, miért csinálod ezt, Balázs, még nyár sincs, kérdezi valaki. Én csak szólok, hát én mindig csak azért vagyok, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy mi várható. Rendes vagy. Ma 0 fok, nem sokára rövidül a nappalok. Feri, megvertem a Balázst, ezt Endre kérdezi. Feri, szerintem erre abszolút engedély. Simán, sőt, beszállok. Ezután a rövidülő nappal után. Egyébként van még egy dolog, ami miatt föl kéne pofozzalak. Na. Most mire? Már tényleg kijár. Hát, ha úgy akarod szívni, a kártyalapra gondoltam. Bocsánat, az állat. Tökkel, makkal, szívvel, körrel. Ja, persze, most természetesen. Ki ez? Rossz az, aki rosszra gondol. Te nem verted még meg soha a barátodat magyar kártyával? De ez tök egyébként, hogy ezt így most definiáltad. Lapokat dobálhatok. Persze, mert rossz az, aki tényleg rosszra gondol. Nem mindig rosszra gondol. Megverlek makkal, felpofozlak makkal, fogom a magyar kártyát, és felpofozlak makkal. Tökéletes. Nagyon jó. Tökéletes. Ebben a pillanatban tépték ki az NMHH-ban azt a papírt, és kezdhetnek egy újat. Mert azt megmagyar, ezt kimagyarázta, hogy jó, de akkor is kapunk benneteket. Valamilyen büntetést akkor is, hogy nyakatokban valunk, Bali, ez a húzdák nem jó, magyar kártya olyan tényleg van. Nem arra gondoltam, mire mi gondoltuk. Lapozzunk. Kezdje jegyzetel. Józsi, te jegyzetel. Két új papír indigó. Igen. Ja, Istenem, hát szegények, ők is csak a munkájukat végzik, igen. Na, mit akartál mondani? Hogy emlékezünk még mindannyian arra a nagyszerű újításodra, amikor a törölköző diétára próbáltál engem rávenni. Igen, ugye, emlékeztek, itt feküdtem a stúdióban, a derekam alatt, és ez a nagyszerű fogyást ígérte. A Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága azonban kimutatta, hogy ez a fajta módszer, nagyon szépen köszönöm, Balázs, húzódás, görcs, ideg és porckorong becsípődést okoz az azt gyakorlóknál. Micsoda? Az a durva, hogy ezt én pontosan tudtam, azért adtam neked. Tudtam, érted? Hát, hogy így jöjjek be adásba, mondtam végre egy segítő jobbot, ennyi év után segít ez a srác, érted? Hogy törölközőt tettünk alád. Fogyjál a törölközővel. Aztán kiderült, hogy nekem azt mondta kint a szerkesztőségből, hogy szintben csak hülyét akar csinálni belőle. Jó, de azt tudjuk. Tehát az nem gond. Érted? Azért vagyunk. Na de ez, és fáj a derekam, ezért van ideg és porckorong becsípődésem. A vállak túlterhelését és a nyaki, valamint a deréki becsípődést már ne is említsük. Ja, nyilván naponta háromszor csináltad azóta is. Igen, olyan lelkesen gyakoroltál. Most Jancsika, te most kivel vagy? Köszönöm szépen. Vagy csak Jancsi? Úgy hívsz, hogy szeretem. Jancsi, te vagy ma Jancsi. Jancsi, fiam! Na most kivel Jancsi vagy? Az most mindegy, hogy mennyi ideig csináltam. Én a magyar gyógytornászokkal vagy. Igen. Hogy tudatos volt, hogy ki abszolút, akartál. Abszolút, persze. Persze. Mondjuk tényleg azért igaz olyan csinak, azért olyan sokat nem basztáltad, nem? Mondjuk nem. Azért olyan sokat nem feküdtél törölközöm. Csak pont ma olvastam, mondom, megköszönöm. Azonnal megvétózták ezt a dolgot, hogy nem jó? Igen. Hogy ne csinálja senki. Köszönöm, irigyek, nem ők találták ki. Lehet, hogy ez azok. Gyerekek, el is felejtettem mondani, de azért tapsoljuk meg, hogy Erzsébet királynő 90 éves. 80 éves volt 10 éve. Hát azért, hogy megnőtt a kislány? Hogy az idő? Hogy ezt a vacsáriát? Emlékszem, amikor még itt ültet érdeme. Szegény Károly. Most miért? Képzeld el, hogy egész életet vársz arra, hogy végre te legyél az uralkodóház feje. És a mammer kicsattan, jön rúzsos, aki szájacskája, viszi a kis... Azért is 100 lesz. Egyszerűen, és te ott válsz, és az egész életedben arra készültél, hogy te majd uralkodó legyél, és lehet, hogy Károly úgy hal meg,
úgy hal meg, és úgy lesz az ő életének vége, hogy soha, soha nem veheti majd át a trónt, Erzsébet királynő helyére nem ülhet be. És, az és nem lesz... Hát széltök mind. Csinál magának már egy másolat koronát, már fölpróbál, hogy fogom kinézni. Nem. Hát Erzsébetét. Tehát mindig kiveszi mindig a hívjákból, a kis ezért az öltözőszekre, hogy nyilván ott van a holda. Nyilván, hol lenne máshol, persze. És tudod, hogy kimegy zuhanyozni, és felpróbálja fel, mi volt a kezedben? Károly, te kimegy zsiráltál? Te azt a koronát? Nem a te koronát. És Károly ott illegeti magát a tükörön. Majd, ha egyszer király leszek, kis koronám. Népet. Nem a te néped! Az én népem! Szólok hozzátok! Hagytam be! Nem szólsz te senkihez! Na, lefeküdni, fiam, a rohadt életben! Lehozd be az ágytálamat! Na, már látom, ahol a picit fogad, úristen! Jézus Isten! Csak humorizálunk, gyerekek! Mondjuk mi ezt a bulvár újságíró kiváló képviselőinek. Egyébként, akik csak a dolgukat végzik, nincs velük baj, hogy ez egy vidám reggeli ébresztő műsor. Nálunk minden idézőjeles. Szóval hozd be az ágytálamat! Hát miért ne lehetne 24 karátos aranyból brilliánsokkal és gyémántokkal kirakva. És ott van Vilmos herceg, aki arra vár, hogy majd egyszer király lesz, igen, de még ott van előtte az apja, aki szintén arra vár, hogy király lesz, és erre jön Erzsébet királynő, kicsattan, rúzsozza a száját, lenyilatkozza, hogy neki van egy kis ritikűje, abban van egyébként mindig a rúzsa, és ezt viszi magával, és egyszer imádják, szeretik, és hát nem is akarják, hogy vele bármi történjen, tehát a legnépszerűbb uralkodó hosszú-hosszú évtizedek óta. Ez a maga rúzsa Sándor. Nem, ez a királynő. Ez a maga rúzsa Sándor. Úristen, te állat! Nem, ez a királynő. Ez nem azért rúzsa. A mai napig lovagol. 90 évesen, igen, de lót, tenyész. Nem is örül neki a herceg. Az a durva, hogy mindig beveri a fejét az éri szegény. A balda himma. Mindig beveri a fejét a balda himma. Imád lovagolni, csak... És akkor Vilmos megmond, mama, aludnánk. Ugye, én imádom őt. És annyira cuki, és annyira helyes, és imádja az unokáit, és imádja a fiát, a dédunokáját, mert ugye, hát ott van már az ő dédunokája, a kis Gyuri. Na még egy Gyuri. Kis Gyurika. Nem lehet azt mondani, hogy király sarja, hogy a kis Gyuri. Nem. Hát ő György. Hát ő György. De gyurizhatod le. Gyuri, Gyuresz, Gyurko. Hát György. A kis György. Aki még egy tündéri gyerek. A kis Gyurma. Mosolygos, helyes és aranyos. Az unokája Vilmos. És hát hivatalosan ma köszöntik fel, de egyébként júniusban ünneplik majd. Szenzációs. Ez meg tényleg, ahogy te mondod, lovagol, lótenyésztő. Az egyik bulvárlap a Blik összeszedte, hogy mit kell róla tudni ilyen 10 pontban. Így szerintesen sok kis nagyon kutyája van. Igen. Imádja a kutyákat. Ez tényleg van ilyen, de szerinted Károly várja? Ez egy kettős életérzés. Nem az ünneplést, hanem hogy ő király legyen egyszer. Tehát ugye ott tulajdonképpen, ha Erzsébetet történik valami, akkor ő a következő. Feljebb lép, ha nem, akkor ugye medzeb, akkor utána Vilmos lesz, tehát ugye ez ugye apáról, anyáról, fiúra száll. Nem hiszem, hogy várja, az olyan ízléstelen lenne, tudod, hogy de mindig, amikor ott hívják, hogy úgy éled le az életedet, hogy te lehetnél Anglia királya, és valószínűleg nem leszel. Hát hogy ne várnád? Hát hány éves Károly most? 70? 60. Szerintem 60 fölött van. Azt mondja, bőven, persze. Azt mondja, hogy 58-as az uralkodási ideje, akkor... miért nem írják be a... Hát 67. Nem 67. Ja, 67. 67 éves. Jó. Hát azért az volt már egy veszélyeztetett kor. Te már félsz attól, hogy lehet, hogy nem leszel király, de közben kívánod azt nyilván, hogy Erzsébet sokáig éljen, és imádják az angolok. De hogy minden, amikor megcsörön, a telefon feltépi? Hello, kész vége! Annyi én vagyok! Mondd, hogy én vagyok! Kiszem a bankot! Egyéb a vízszoli kastély! Igen, és ez egyszerűen nem történik. Nem történik meg. Istenem, mama! Milyen én vagyok, honnan tudni? Közben egyébként érdekes a királyi család, mert hogy közben felbukkant Károly és Kamilla eltitkolt gyereke. Ugye ott Károly volt ugye Diana-val, de közben állítólag és sosem hagyta ott ugye Kamillát, és nagy botrány van egyébként a királyi családban, mert hogy az a pletyka, ami felbukkant időről időre, hogy van Károlynak és Kamillának gyermeke, és egyben ugye hát helyezek is Vilmosnak féltestvére, kiderült, hogy 50 éves. Kiderült, hogy a féltest, van egy féltestvére, és hol van? Ők teljesen más léptékekben beszélnek, meg gondolkodnak, mint mi.
Mert ugye Károly és Kamilla, hát ott azért sok minden történt. Nehezen fogadták el egyébként. Igen. Nehezen fogadták el nagyon Kamillát. Egy ideig nem is akar tudomást venni róla Erzsébet, és amikor szóba kerültünk, mindig ilyeneket mondott, hogy erre jut eszem, egy jó ülőfürdőt már vehetnék. Egy jó Kamillát. Tehát, ha én a törvényes trónörökös Zabi gyereke vagyok, akkor én soha nem kerülhetek trónra, mert én nem kerülhetek trónra, nem? Tehát a trónok harcában is mondják, ugye, fattyú, tehát, hogy ő az, aki ugye nem kerülhet soha trónra. Ugye? De ezt a trónok harcában mondják, az is sorozat. Hát, ő nem a jogos örökös, mint Vilmos, vagy ő féltestvér. De várjál, hát, hogyha felvállalta, igen, hogy de ha felvállalta az apja, de attól még akkor ugye lehet. Nem hivatalos a gyerek, már hogy ez így olyan hülyén hangzik, de hogy nem egy hivatalos házasságból született gyerekről beszélgetünk. Na jó, de ha mégis tehát Károly az apád, akkor hivatalosan te ugye Vilmosként lecsúszol a második helyről. Nem lehet király. A trónutódlási sorrendben, és akkor a féltestvéred egyszer csak beül oda a trónra. Balról hát, becsúszik a nyolcason, érted? Hát hogyha nem történik egy nagyon csúnya lovaspóló baleset. Véletlenül azzal, aki előtted van a trónon. Például az, hogy ledózerolják. Vilmos valószínűleg realizálja, hogy ő soha nem lesz király, mert ott van ugye Erzsébet, aki még mindig kiváló egészségben, mert 9 éves. Ott van Károly, ugye Károly, Fater, aki azért szintén szeretne király lenni, balról beúszott egy féltesó, aki 50 éves, megérkezett, ugye. És megabratjuk. Vilmos egyre messzebb tűnik. Vilmos lépne be, és akkor egyszerűen beszélve, hát ő meg aztán jobbról be valaki egy 50-es őszülő halánték úr, azt mondja, hoppá, bocs. Bocsánat, Vilikém, de én vagyok a fattyú. Igen, egyéb a trón. Most én jövök. Annyira imádom az angolokat egyébként, és hogy ők ezt így szeretik, és hogy nekik van egy ilyen intézményük, és ezért hát így tudnak rajongani, és valahol megjelenik a királyi pár, és imádják őket, szeretik őket, és mindenki egyöntetűen imádja őket. Nincs is miért utálni, hát nem szólnak bele ugye a napi politikába, meg inkább az ország sorsára úgy nincs hatással, maga a királyi család, mint intézmény, de akkor is, szóval, hogy ez valami fantasztikus. Szerintem jó benne hinni, meg jó bele kapaszkodni, évente kimennek, ugye a születésnapokra óriás bulik vannak, nem, hogy így állampolgárként ez jó dolog, hogy van királynőd. Jó. Igen. Jó. Megérkezik. Végül is. Szeretnél egyet te is. Igen. Nem olyan rossz. De mi mondjuk, hogy nem, hát mi a Habsburgokért rajonghatnánk, ami ugye az egy picit pikáns, bár az utolsó magyar király 4. Károly jó királyunk volt, tehát hogy lehet azt mondani, hogy lehetne érte is rajongani. Kiért egy Habsburgokért? Csak olyan fura. Igen, meg hát már nagyon régen volt. Tehát ahhoz nekünk már, a mi generációnak semmiféle kötődése nincs, azon kívül, hogy ezt valamikor megtanultad a történelmi könyvekben, nem? És akkor a monarchia, meg a kiegyezés, a boldog békeidők, és aztán a véget, hogy igazából érzelmileg te ez már nem kötöd. Ki volt az utolsó magyar királykért? Igazán rajongtunk. Mátyás az igazságos. Akinek olyan adórendszer volt, hogy mindenki. Hát de ki volt? Várjál, gyorsan, utána nézzük. Volt, amikor még jó volt nekünk, mit tudom én. Az Anzsuk voltak, ugye? Károly Robert, Nagy Lajos, aztán jöttek a Luxemburgok. Amikor még jó volt nekik. Amikor még talán egy kicsit jobb volt. Az ilyen 1300-as évek ugye az Anzsú, és csak 1400 ott Luxemburg. Akár utána Mátyás volt az utolsó, akinek is igazából örültünk, meg szerettük. Igen. Mint állítólag szerettük, de mondom, annyira azért nem osztják ezt a történészek, hogy annyira jó király volt, annyira szerettük hát volna az, akik belerokkantak az adórendszerébe. Igen, és akkor utána már, hát ugye, jó, Mátyás, hát még talán Mária Terézia alatt történtek jó dolgok. Igen. 1748-ig egyébként. Csak mondom, fejből. Maragszodok. Egész jó vagy. Királyokból. 1458-1490. Második József, a kalapos király. Hát érte, senki nem rajongott igazából, talán csak Takács Nikolász. És Csülitko. És új divató. Kedvenc történelmi személyiség, a kalapos jó. Na, jó van, még csak 7:30 már megint. Már megint beledünk. Már megint itt tartok. Már megint itt vagyunk. Ajajaj, sokan nem szeretik a királyi családot, amúgy elég sok pénzbe kerülnek a briteknek. Hát igen, szóval az adófizetők pénzéből jönnek-mennek ők, így van. Egyébként az utolsó magyar király Zambó Jimmy volt, ez valaki. Szellemes. Egyébként jogos. De ennek ellenére szerintem azért szeretik a királyi családot. Na jól van, oké, egy nagy csók Erzsébet királynőnek elküldhetjük, nem? Köszönjük, szeretjük. El. Bármit is ír majd ebből holnap a bulvár sajtó, hogy mi megint milyen tiszteletlenül beszéltünk mindenkivel. Tegyék ezt is hozzá, hogy a megszólás úgy zárult, hogy szeretjük őket, imádjuk. Van. Sok boldogságot kívánunk, jó egészséget, és tényleg egy cuki pofa, és imádjuk, és még 10 évet. Bosszantsa csak Károlyt, sokkal kevésbé szimpatikus.
szimpatikus, a gonosz Károly, olyan gonosz feje van, nem? Miután fölvizkoztuk, hogy szeretjük őket, olyan gonosz feje van. Nem tudom, ránézek is, picit megvan, nem, hát szerintem megvan keseredve, ebben van megkeseredve. Hogy nem lesz góré sose. Szerintem egy picit az. Érted? Meg egyáltalán lehet egyébként, hogy jó adját majd a puszinkat. Érted? Az is lehet egyébként. Mama, mit akarsz már megint? Morning sós fiúk küldték, most miért vagy ilyen velem megint? Ja, Istenem, hallottatok a pizzafutáról, aki egy társasházba vitt pizzát, és a vásárló 10 000-essel szerette volna kifizetni a rendelést? Hát ez elképesztő. Egy gyors lónyerítés. Jó, témát váltunk, mert hogy Erzsébet pizzát. Sűrű ez a történet ma reggel, mint egy tápióka puding. Szóval, hogy egy 10 000-essel fizettek a pizzafutárnak, ezen kiborult, mert hogy elvileg jelezni kell a rendeléskor, hogy te 10 000-essel fizetsz, vagy hát nagy címlettel, és a pizzafutár nem tudott visszaadni, annyira dühös lett, hogy hozzávágta a pizzát a földhöz. Várjál, itt még nincs egy a történetnek, ez nem csillapította az indulatait, üvöltözni, szitkozódni kezdett, majd olyan erővel rúgott többször az ajtóba, hogy annak az alsó fele kiszakadt. És még így sincs vége. A lyuk olyan nagyra sikerült, hogy a tomboló futár visszavászott a lakásba, és ott folytatta tovább a tombolást. Azért egy pillanatra képzeljük el ezt a helyzetet. Agyon rúgja az ajtódat, csinál egy lyukat, bemászik, és őrjön még egy kicsit az előszobában. És 10 000-esen húzta föl magát. Hát valószínűleg rossz napja volt egyébként, igen. De szólt neki, nem szólt neki a rendelő, vagy a rendeléskor, amikor leadtam. Azért borult ki, mert hogy szólni kell. Nem tudom, hogy az szólt. Azt hiszem, hogy talán szólt is. Nem szólt neki a rendelő, hogy ne igyon rá gyógyszerét. Nem szólt. Ez mennyire durva? Ezért szoktam mindig kiszámolni. Már nem azért, mert... Jó, nem, te azért szoktad kiszámolni, hogy neki ilyen borravalót adni. Nem, adok, csak ja, azt is beleszámol, és mindig forintra, tehát úgy van kiszámolva, hogy én soha nem hozom olyan helyzetbe a pizzafutár. Nem azért, mint hogyha ilyen híre lenne nálunk, mert nagyon jó arcok a pizzafutárok, és nagyon elégedettek vagyunk, de én mindig kiszámolom. Soha nem hozom ilyen helyzetbe. Egyszer volt ilyen, és utána ment egy ilyen kört, és így másfél-két óra múlva jött vissza, amire szerencsétlen fel tudta váltani. De most képzeld, hogy otthon vagy egyedül. Arról nem szól a hír, hogy ki volt otthon egyedül, de mondjuk otthon vagy egyedül nőként. És azt látod, hogy őrjön, összetöri a pizzát, jó, félrehajtod a kukucskálót, ráfordítod az árat felül, és úgy megpróbálsz bemenni a szobába, és elfelejteni. Majd azt hallod, hogy ez az állat rugdossa az ajtódat. Hmm. Ugye? Tehát több százezer kár keletkezett, hát tényleg menjen a fenébe. Majd berúgja az ajtódat, az megjelenik egy láb az ajtódban, még mindig tovább rúgja, majd megjelenik egy fej az ajtódban, és azt látod, hogy egy pizzafutár mászik be a lakásodba. Megöllek a 10 000-eseddel! Gondold el ezt az élethelyzetet. Megjelenik két kis kezecske, egy fej, és jön be a pizzafutár az ajtódon, négy kézláb bemászva. És közben őrjönk. Nem tudom, ki volt otthon, azt tudjuk, Laci, hogy férfi, nő, egyedülálló, semmit nem tudunk? De mit csinálsz, ha jön be egy pizzafutár az ajtódon? Ha olyan az ajtó. Hát, ha így jön, akkor sem biztos, hogy annyira. Akkor ütöm a fejét valamivel, hogy menjen vissza. Hát az biztos. Hát fogsz egy serpenyőt és agyonvered, nem? Hát figyelj, ez magán rongálás és magán laksértés is egyszerre egyébként, amit csinált ugye a fiatalember, meg hát maga a rémület az, hogy egy üvöltő ember, ha motoros pizzafutár, hát akkor szörnyű. Ilyen bukóval a fején ott fejelte az ajtót. Megjelenik egy bukós is csak az ajtóban. Igen. Mert ők általában ugye nem veszi le, hanem felszokta tolni ezt a plexit az elején, vagy legalábbis nálunk így hozza, üti a fejével ezért az ajtót. Ezért jó a kutya a háznál. Mit csinál? Mert az jelez. Most gondolod, hogy két otthon vagy éppen a 60 pusztai birtokon, hallott, hogy kint ugat nárcisz a kertben. Na jó van. De jó, hogy ezt behoztad. Több százezer forintos kárt okozott a társaságnak. Hát gondolom, kifizetik a pizzások. Jó, mondjuk az is milyen ajtó, amit be tud rúgni a pizzafutár. Nem, én tisztel olyan, mint a ragyogás. Nő volt otthon kisbabával, ír egy hallgató, nem tudom, hogy ő honnan vesz, ír meg nekünk, hogy honnan szeret. Most képzeld el ezt az élethelyzetet. Ott vagy egy gyerekeddel, és közben van és egy üvöltő állat. Szét az ajtódat. Hát egy igazi állat. Mondjad, mi van a ragyogással? Hogy Jack Nicholson? Egy az egyben, amikor megjött így a Jack Nicholson, és éppen, hogy hívják, hogy törtem egy baltával az ajtót. De milyen ajtó az, amit szétrúgsz egy lábbal? Vagy két lába, vagy bukós is. Gyenge? Tessék? Nem azt mondom, hogy az ajtó hibája, csak ezen elgondolkozik az ember, hogy ez milyen ajtó. Hát az szegények, hát akkor tegyenek föl egy jobb ajtót, mert hogy ennyire hülye a pizzafutár. Nem lehet, hogy csak azért tolta ennyire nagy elánul ezt a dolgot, mert nem akart, hogy kihűljön. Ennyire a hivatás tudat. Igen. Még az aprót keresik, kiül a... Én remélem, hogy súlyosan megbüntették. Hát ilyet nem lehet csinálni. Neki más volt a problémája szerintem. Tehát ott, hogy volt valami terheltség, erős terheltség, ami ő már ideges lehetett. Lehet, hogy nem ez volt az első. Az első 10 000-es? Hát nem tudom, de akkor se teheted meg, tehát akármennyien is szivattak előtte, érted, akkor, amikor odaérsz valakihez, azt az összeset rá
Márti, milyen próbálunk egy szemtanút visszaívni, aki ott volt egyébként az esetnél, ő azt mondja, hogy a folyosó ajtót rúgta szét, de nem a lakásét. Nem a lakásra. Tehát, hogy én nem, mintha jobb lenne egyébként. Tehát, mint ez igaztalan egyébként, egy őrült asztalot, hogy éppen rúgja szét a folyosó ajtaját. Valószínűleg rossz napja volt, nem? Tehát nem borulsz ki azért egy tízezestől ennyire. Hát, vagy sokadik ennyire idegbeteg vagy. Vagy sokadik tízezest kapod. Igen. Na, mindjárt megpróbálunk fölhívni valakit, hát elmondja. Elmondja nekünk. Beszél? Mit adhat a maga a pizzás cég ilyenkor? Megcsináltak hát ki az ajtót? Hát egy plusz zsomlóit. Igen. Igen, és két darab sió ívólevet. Nálam mindig ezt szokták. Egy jól bevált zsomlóit. Akkor felajánlanak egy zsomlóit. De ha hol szétrúgták az ajtót, hogy mikor? Hát, hogyha a szolgáltatás minősége nem olyan. Akkor utólag megkapod, mert ugye ezt nem hozza ki magával. Tehát megérkezik a futár, azt mondja, hogy oké, késtem, majd legközelebb hozok egy csomlóit? Igen. Vagy mindig igen. Van a táskában egy ilyen egyszer egy plusz rendelésnél, amikor véletlen benne maradt valakinek a kanala, mert egy ilyen félig elfogyasztott fagyit hozta ki, még a pizza mellé, akkor két dobozra kaptam, egy két doboz fagyit. Nagyon fura érzés volt egyébként. Egy félig elfogyasztott fagyit ettél. És még elkezdtük így enni tévézés közben, és így kilógott belőle valami, és mondom, nézem, nem mennyire jól néz. Török magyarul? Nem, egy kis kanál. Benne volt egy kis kanál, igen, kiderült, hogy a főnök elkezdte enni, és visszatette a hűtőbe. És azt kaptad meg. És azt küldték ki nekem. Isten, ez mennyire te vagy. És a következő körben, nem, mert pont hiányzott a készletből egy kis kanál, úgyhogy pont ja, nem adtad vissza a kis kanalat. Dehogy adtad vissza. Két dobozt fagyit kaptam ajándékba. Én nekem kevés lett volna. Mi? Hát azért, hogy egy félig megevett. Nyálas, orváladékos, fülzsíros. Nem. Mi van, ha úgy eszi a fagyit, hogy egyet a számba, egyet a fülembe. Ezért volt zöld, nem azért, mert pisztáció. Kiszúrták a szemedet két doboz fagyival. Tényleg. Hát az éttermet elpereltem volna tőlük. Igen, ennyi, két doboz fagyit kaptam. Betelefonáltak, mondtuk, hogy köszönjük szépen, nagyon finom egyébként a fagyi. Látjuk, hogy másnak is ízled, mert fél doboz volt csak, amit kiküldtek. És hogy a kanára nem tartunk igényt, mert nem passzol a készletbe. Na, Márti nem akar beszélni, azt mondja, hogy a folyosó ajtaját rúgta szét, alul fa volt, fölül üveg, és a fát tudta szétrúgni a pizza futár. Tehát ez így történt. Na, nyomozunk egy kicsit, hogy... Igen, szóval, hogy milyen idegesítő vevőkkel találkozik már, találkoztak már azon hallgatóink, akik ugye a szolgáltatóiparban dolgoznak és kiszolgálnak. Tehát ki volt az, aki szívetek szerint is már majdnem eljutottatok oda, hogy fizikai bántalmazást alkalmazatok és helyre tegyétek. Nyilván ez a dolog nem történt meg, tehát nem erre vagyunk kíváncsiak, de amikor tényleg elborult az agyatok, és azt a pillanatot éreztétek, hogy na jó, most nem tovább, tehát most verekedni fogok. Vagy ha van olyan emberünk, aki hallgatónk, aki vásárolt és kiborult, akkor azt is írjátok meg nekünk, vagy eladó, akit ti kiborítottatok, mert három dolgot kérdeztetek, és az eladó levetette magát a földre, toporzékolni kezdett, és gurult a földön a borotva osztályon. Jó? Tehát ezt is küldjetek el nekünk. A nagy pillanatokat keresjük, amikor titeket kiborított valaki, vagy ti kiborítottatok valakit, ezt írjátok meg nekünk. Fölfüggesztették emberünket? Nem tudjuk, mi? Hát gondolom. Igen. Hát ezek után. Na mindegy. És ne felejtsétek el, már csak másfél hónap is rövidülnek az éjszakák. Köszönöm. Ja, Isten, a fázos össze is húztam ma. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Arról az ügyről beszélgettünk, ami ugye tegnap történt, egy társasházba vitt pizzát, egy budapesti pizzafutár. Csak hogy állítólag a vásárló ugye 10 000-essel szeretett volna fizetni, ahogy illik egyébként, ő elvileg jelezte is a rendelés leadásakor, hogy csak nagy címlettel tud fizetni, a pizzafutár viszont mégsem tudott visszaadni. Kiborult, földhöz vágta a pizzát, nem csillapította ez az indulatait, üvöltözni, szitkozódni kezdett, majd belerúgott az ajtóba, ami átszakadt, el sem volt neki elég, négy kézláb átmászott a lyukon. És, igen, mert ott már el akarod mondani, amit gondolsz, tudod, ha már lyuk van, akkor mész. Na, és ugye beszélgettünk arról, hogy ki milyen idegesítő vevővel találkozott már, vagy mi volt az a pillanat az életetekben, amikor bementetek valahova, és akár az eladó húzott fel benneteket. Nagyon sok SMS jön, de előtte kaptunk egy SMS-t, hogy a pizza futár, akiről szó volt az előző fél órában, hallgat bennünket, és itt van. Állítólag velünk. Na. Ez az ügy, akivel ez tegnap történt, mi megtaláltuk. Halló, jó reggel, ciao. Na, 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 megpróbálod még egyszer?
Hát ha. Annával hosszasan beszélgetett, hogy ő volt, elmondta, hogy 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 történt. Hát hogy azért tette le, mert már ben van az épületben, mert engedett az ajtó. És most mi kapunk? Igen, én már láttam, hogy bukós is akkor is bejönni az ajtón. Gyorsan. Rólam beszélsz. Igen, reteszeljük el magunkat. Úgyhogy hát érdekes, megpróbáljuk újra visszaívni. Igen, tök jól lenne, hogyha megvallanak az ő verzióját is. De miért? Nem veszi fel. Nem már. Ah, vedd már föl, hát most... Nyilván van saját verziója is, és ráadásul... Nem bántattuk volna, tehát nem akartuk mi most egy számon kérni, csak meghallgattuk volna. Ha meg azért nem ez lenne az első eset, hogy kiderülne, hogy azért nem olyan a fekvése a sztorinak eredetiben, mint ahogy ezt leírták, vagy igen, ahogy mi olvastuk. Na gyorsan, egy-két SMS addig. Én tudok egy olyan esetről, amikor az illető bement a kocsmába, és végigkérdezte az összes italt, hogy mi mennyibe kerül, de ott volt közvetlen mellette az árista. Gondolhatjátok, hogy azonnal kiakadt a kiszolgáló, és örjönve rakta ki a kocsmából az illetőt. Szép napot nektek. Kajafutár voltam, volt egy 80 év körüli néni, aki állandóan sztorizott, volt, hogy 40 percig feltartott, egyszer elmesélte, hogy ő még mindig elkapja olykor-olykor az öreget. Hiába mondtam neki, hogy sietek, beállt úgy a kocsi mellé, hogy nem tudtam becsukni az ajtót. Minden héten egy nap elment erre. Jézus, és hallgatott. Nagyon hallgatott. Jó. És képzeld, hogy kopog az ablakon. Igen. Fiatal ember. Hogy van, de mindig bezárkózik a vécébe, de van egy pótkulcs. Engem nem tud lerázni. Elektronika boltban dolgozom, ahol porzsákot is árulok porszívóba. A mama úgy vásárolt nálam porzsákot, hogy elhozta a porszívóját a boltba, és kristálycukrot öntött a pultra. Mondván, meg kell nézni, hogy szíve. De már. Fölszívta, és ha jól szívott, akkor megvette a porszívót. Ez az igazi tudatos vásárló. A mama zseniális. A mama zseniális. Azt hittem rosszul látok, írja egy hallgató. Közvélemény kutató voltam, néni beengedett, készségesen válaszol, majd a felénél felugrott, rám zárta a lakás ajtaját, hogy addig ki nem megyek, amíg szét nem tépem a füzetet. Egy idő után már azon gondolkodtam, hogy neki megyek. Meggondolta, mégse akarja leadni a véleményét. Jó. Csiszka ide nekünk, amikor spanyol vendég a szálloda hajában a dohányzó asztalon cserélte ki a kakis pelenkát, mikor lett volna rá más hely, azt ám még le is hülyézett, majdnem átugrottam a recepciós pultot. Hú, azért a recepciósoknak, ügyfélszolgálatosoknak mit kell elviselni, nem? Amikor tényleg betelefonál, az egy másik téma lenne, de amikor betelefonál a hülye vevő, és te neked telefonon ügyfélszolgálatosként kell finoman helyre tenni, hát az ügyfélszolgálatos az önuralom mesterei. Igen. Nekem 6 hónapos terhesen egy méteráru boltban odaszólt az eladó, hogy kiszolgálom a hölgyet, nehogy megszüljön itt. Az mennyire tarpaj. Mennyire tarpaj. Luizi küldte nekünk. Mi szolgálom már, hogy megszüljön. Minden nap van ilyen gyökérutasom, aki 5000 forintosal akarja megvenni a rohadt 450 forintos buszjegyet. Szétcsaptám az ilyet, írja Szatyi. Ezzel nem értek egyet. Meg kell, hogy védjem az utas. Ha neki 5000-ese van, akkor meg kell oldani. Ez ugyanolyan pénz. Uh-huh. Lehetőleg törekedjen arra nyilván, hogy nem minden nap süsse ezt el, mert nem jó poén, hogy egyik nap 5000-es, másik nap 20000-essel veszel 450 forintos jegyet. De ettől az utas nem kell megverni. Hát neki most nem volt. Nyilván neki se jó, hogy így majd visszakap egy kéne csomót apróban. Kéne visszajárónak lenni, ugye? Igen. Na mi van a futárunkkal, Anna? Nem veszi föl. Tamásként mutatkozott be, nem érem őt utolsó. Mit mondott neked? Azt mondta, hiteles hogy volt egyébként? Nem tudom, azért van egy kis ellentmondás az egyik lakóval, akivel beszéltem, ő nem akar adásba kerülni, nem ő volt otthon, mindegy, hanem a férjed, ő azt mondja, hogy a pizzát elvitte, a futár meg azt mondja, hogy a pizzát ott hagyta. Nem tudom, most, hogy tényleg ő volt-e vagy sem, ő azt mondja, hogy ott akarta hagyni az igazolványait, hogy elviszi a 10000-est fölváltatni, és ebbe nem ment bele a csaj, de mondta, hogy ott hagyja az igazolványait, az anyuka nem ment bele. Hogy ő lemegy és fölváltatja szívesen. És akkor azt mondta, hogy nem, akkor vigye vissza a pizzát, és akkor rúgta szét az ajtót. Na, de ez nem okkal arra, hogy szétrugjál egy ajtót. Hát bemenjél egy kézzel, de mi lett volna a 20000-est adért? Nem tudom, elborult az agyam. Most nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem. Aha. Ezt mondta. Jó, mi nem akartunk egyébként itt elkezdeni, meghallgattuk volna. Hát, tehát, hogy olyan vagy, mindenkinek egy pillanatra elszakad a cél, na, ha egy anyuka van otthon egy gyerekkel, és te ütöd, vágod az ajtót, azért az nem szép dolog. Nincs fellebbezés erre, hogy szétrugtad az ajtót. Nem, hát csak jó, hogy mi az ok, hogy ha legközelebb te rendelsz pizzát, akkor ne tedd meg ugyanezt. Igen, hát folyosói ajtó volt, mondta. Valóban le tudta írni az ajtót, hogy nézett ki. Igen, csak ez a szörnyű volt az ajtót, ez jó, is hát olyan, nem akar hogy, beszélni, nem baj. Hogy lehet, hogy belerúgott egyet, és az ajtó meg olyan állapotban volt, vagy annyira gyenge volt, hogy beszakadt, tehát ez szétrúgta az ajtót. Ezerféleképpen le lehet írni valamit. Jó, de a bemászás. Nem, itt a jelenet a durva, hogy otthon vagy tényleg, és valaki rúgja az ajtót, az majd igen, tényleg megjelenik egy bukós is a lyukba. És körben és közül még mindig ilyen nyomott hangon a bukós is. És így nyom, ezt hallod egy bukós is, akkor négy kézlábon közlekedő pizzafutárra.
Ez egy folyosói ajtó volt, nem az ő ajtó. Igen, nem, mert az olvastuk egy folyosói ajtó. Oké, oké. A fungi. Ezt is ezt hallod, igen. Szóval azért szegény nő, aki otthon volt, szegény nő. Nekem 60 napos, igen, ezt olvastam. Azt mondja, hogy azt mondtam az eladó nőnek, hogy kártyával szeretnék fizetni, erre ő azt mondta, szeressél, és jó ízűen röhögött. Azt hittem, szájba vágunk. Tavaly konyhát ültöttünk, az asztalos egyszer csak váratlanul elkezdte kalapáccsal püfölni a mosogatót. Szanaszét verte. Rákérdeztem, mi a baj? A válasz, én, mert folyton itthon vagyok. Az milyen, a tulajnak megmosod, persze. Milyen, amikor szereli a konyhaszekrényt, majd ráfordul a mosogató, és egy kalapáccsal szétvegy. Mindig így sertepertél körülöttem valaki. Atya, úr. Hát szeret a mester a magányt. Igen. Szeret egyedül dolgozni. Jó, legyünk őszinték, azért ez a pillanat mindenkinek eljön, amikor egyszer csak ledobja az agya az égszíjat, nem? Szóval, uh-huh. Hogy nem szerencsés, ha pont egy olyan helyet teszed meg, ahol neked kiszolgálnod kellene, vagy vinned valamit, vagy van egy másik ember, akivel ezt megcsinálod, és nem a kocsitba egyedül örjönsz, de azért ilyen mindenkivel megesik. Nem? Igen, csak a véglet nem mindegy, hogy meddig jutsz el. Tehát ez a bemegyek, berugom az ajtót, bemászom rajta, ez nyilván sok. És azt lehet mondani, hogy bocsánat, rossz napom van, elnézést kérek. Tehát azt azért meg lehet tenni mindenkinek, nem? Egy vevővel. Hát egyértelműen. Egyértelműen. Igen. Papírboltban dolgoztam, volt egy állandó vevőnk, egy kicsit bolond néni, mindig a receptjeit hozta fénymásolni. Egyszer, miközben már a sokadik papírnál tartottam, pánikba esett, hogy nincs meg az egyik receptje, hova lett. Mondtam, hogy a gépben nincs, azt már visszaadta, veszekezni kezdett velem, hogy nála sincs. A vége az lett, hogy már elkezdtem a 200 literes kukát áttúrni, mert biztos én dobtam ki. Megtalálta a kis szütyőjében. Utána azért ez kemény. Jaj. Az kemény, amikor ilyen nénik érkeznek, és azon nem nagyon tudsz mit csinálni. Igen. Na jó van, köszönjük szépen. Köszönjük az SMS-eket. Menjünk tovább játékkal. Ha minden igaz, akkor már itt van a játékosunk, és játszunk is, nem? Játszunk. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Judit, hello Judit! Sziasztok! Honnan hívtál minket, Judit? Jászapátiról. Jászapáti, otthon vagy éppen? Igen, itthon vagyok, 15 hónapos kisfiam van. Oh. Mere vagyok itthon. 15 hónapos, akkor nagyjából egy idősek a Noellal. Igen. Pizzát rendeltél az elmúlt napokban? Nem. Igen, nem te voltál otthon? Nem, baby tápszert. Egy őrjünk a pizza futár, mert pont egy anyukához ment babával. Na figyelj, Judit, van egy városunk és egy híres emberünk. Város. Nem, város. Legyen város. Mutatjuk, igen, indítjuk az órát. Jó, figyelj, fél perced van. Iknisleh. Helsinki. Azaz. Amennyire nem ment az elején, komolyan mondom, mindenkinek ráállt az agya. Addig-addig erőltettük ezt a bugyuta játékot, amíg... Megszokták, talán egy kicsit meg is szerették. De most komolyan mondom, az elején, az első egy hónap a dráma volt. Senki nem érte semmit. Nem hallom, mi ez? Valahogy ráállt az agyad, a füled arra, hogy megfejtsd, hogy mit mondanak visszafelé, vagy mit mond Dóra, nem? Igen. 5-ből 5-en most már megnyerik ezt a játékot. Jól van, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm. Régóta szerettél volna, Judit, nyerni? Én kétszer próbálkoztam, az volt a második, és sikerült bekerülnöm. Akkor ez egész gyorsan ment. Igen. Hogy de már készültünk rá. Igen? Bálinttal, igen, de reggel hallgatjuk. Nem, Bálint nem készült rá, nem. Csak 15 hónapot. Igen. És fáj a fogunk. Így jön a fogunk, fáj a hasunk, és most bekakítunk maga is, anyuka. nyugtasson meg, hogy csak a gyerek, ugye? Igen. Milyen otthon egyébként, szereted? Igen, szeretem. Első gyermek? Első, igen. És lesz következő? Lesz majd, igen. Az akkor jó. Alszik a gyerek, és akkor egészséges. És csendes, és rendben van, így van. Igen. Jó kis fiú. Jó van. Judit, köszi neked. Én is köszönöm. Sziasztok. Hello. Szia. Mit köszöntem meg neki, hogy köszi neked? Hogy jelentkezett a játékra, hogy aranyos volt. Judit, köszi neked. Hallgathat a CD-ket, minket hallgat. Igen, megköszöntem, hogy betelefonált. 5 perc, pontosan 8 óra. Írt egy hallgató, hogy a pesti rakpart teljesen bedugult dél felé, nem tudjátok mi történt, nagyon durva, fél órája nem haladtunk 5 métert sem.
Nem tudjuk, de ha elküldik az okát a hallgatóink, akkor azonnal mondjuk. Jó, segítsetek egy picit, mi a helyzet a pesti alsó dél felé, hát nyilván mennek le Bátaszékre ünnepelni. Igen, mindenki megindult. De ez a ünnepelni a bolyhos tölgyet. Az meg a budai oldalon kéne menni. Mindegy, csak dél felé, ha majd át kellene majd valahol átmennek. Hiszen nyert a bolyhos tölgy, úgyhogy meg kellett ünnepelni. A bolyhos tölgy. 5 perc van 8 óra, jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöhetek a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt minden hallgatónak. Itt vagyunk. Csináljunk mi is zenekart. Egy ilyet elnyomunk, gyerekek. Hát komolyan mondom, ha lábújjam közé veszek egy ecsetet. És lerakok igen. Egy kottafüzetet a hátadra, írok egy ilyen kottát, érted? Tényleg? Igen, csak nincs, aki elénekelje, tudod? Jó, legyen ezt így. Megírom bal lábbal a hátadra. Egy violin kulcsal kezdődő sorba. Ez jó, érted? Ez jó, de közben pánsípozz lát. Igen, te hárfázol, én pánsípon, a Feri dorombozik. Így, a Feri pedig dorombozik. Ájjajjajjaj. Volt már közös dalunk, csak mondom, és nagyon nagy sikere volt. Mikem? Ugye, sőt, több is volt. Hát, srácok, ilyet írunk. Ilyet írunk. Ilyen, sajnálják csak, sajnálják, hogy nem robbanunk be. Azt a mindenit, egy ilyet csinálunk, nem? Hagyjunk űrt úgy a magyar popzenébe, hogy el se indulunk. Nem tudják, hogy, illetve az van, hogy tudják, hogy mit veszítenek. Igen, na látod. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Csepel Adi Endre út befelé egy helyben áll, kettő alkozdi lehajtó három lábú Edit. Nagykát a Molkútnál véd, a 81-es út 44-es kilométeren az OMV benzik, új UMV, szép fotbali, az OMV útnál trafíznak szintén. Gyerekek, mindenhol trafi van, nem tudom végigmondani, igen, tehát 8 óra 20-ig sorolnám, ma tényleg legyetek nagyon óvatosak. A Pákozdi pihenőnél Gödöllő és Máriabesnyő M2, 4-esen Ebes Szoboszló felől, Üllői kifelé gyorsforgalmi, ma mindenhol, tehát ma úgy induljatok el, hogy ne azt hallgassátok, hogy mit mondok, és hogy akkor lassítsatok, hanem mindenhol mindig mindenki menjen szabályosan. Egyébként is, de ma pláne, mert egy komplet havi átlagkereset elmegy marra, ha nagyon. A négy helyen gyorsan mentek. Mindenhol. Ugye ma van ez a Speed Maraton, ma indult, holnapig tart, 24 órán keresztül pótolják a költségvetést. Mi van? Hát a Speed Maraton. Nem, igen, tehát hogy tehát picit áthallásos a dolog, ez a Speed Maraton elnevezés, hogy nem tudom, hogy ki kreatívkodja össze ezeket a Európában így hívják. Igen, ez nem a mi ötletünk, ez egy átvett dolog, ezt mindenhol csinálják, igen. Tehát ez egy európai történet, egy speed maraton. Igen. Speed gondale. Jaj, igen. Speed maraton. Igen. Igen. És utána lesz az amfetamin félmaraton. Bedobsz valamit és csak hús. Amfetamin félmaraton és a speed maraton. Tehát ezt tudjuk hétvégére ajánlani. És a Mariska Ultra. Drága autósok, vigyázzatok, jól menjetek lassan, ezzel egyébként vigyáztok magatokra, arra is, aki úton van, aki gyalog megy, autósként közlekedik, gyalogosként, úgyhogy mindenki vigyázzon mindenkire. Szerintetek Bátaszéke most már mindenkivel van szívva? Hát... mi egy öröm, izé van, egy öröm joint. Nem úgy értettem a szívást. Hogy ívott. Hogy ívott egy, igen, egy pohártával. Hát Bátaszéknek nagy taps, Bátaszéknek óriási taps. Ne legyél már ilyen. Ez mindannyiunk. Ez a gyönyörű győzelem. Hívd csak, hívd. És szól, ő még tapsol egyedül. Szóval Bátaszéken a bolyhos tölgy megnyerte. A bolyhos, ugye. Így van, megnyerte 72.000 szavazattal, az év fája lett, hát bepisilek az izgalomtól. 73. Így van, 73, de azért ez nagy dolog. Ez az év európai fája. Azt meg aztán pláne. Le voltunk maradva a csehek mögött, aztán kicsit összerántottuk hallgatóinkat, és ráúszítottuk őket a cseh szoftverre, és ezzel tulajdonképpen kilőttük magunkat az űrbe, és megnyertük az év fája szavazást. És őket meg leküldtük a pinyóba, vagy gyakorlatilag 30.000 szavazattal vehetjük a második helyezett cseheket. Ennyi. Aki a Morning Show kezd ki, a családunkkal kezd ki, nem? Aki a tölgyünket családunkkal kezd ki, aki bennünket bánt, a tölgyünket bántja, úgyhogy egy emberként ráucítottuk hallgatóinkat, hogy szavazzanak a bolyhos tölgyre, és... A Bátaszékék molyha, mi molyhunk. Így van, a mi bolyhunk, a ti bolyhotok. Úgyhogy megnyerte az év fája. Nagyon komoly 500 euró, tehát egy nagyon durva tápoldatot kap a fa ebből. Brutál A minőségű virágföldet és egy hihetetlen tápoldatot. Egy kerítésfestés még belefér. Akár egy kerítésfestés is még az 500 euróból, de megnyitott vagyunk.
valamiben megint ott vagyunk a világ életben. Igen, igen. És egyébként a versenyt, hogyha egy picit így foglalkozunk komolyabban a versennyel, akkor azt kell látnunk, hogy az előző évekhez képest dinamikusan fejlődik, tehát hogy néhány évvel ezelőtt még ilyen 10 000 szavazatokkal nyerni lehetett, de mostanra ehhez azért már kellett ez a 70 000 is. Tehát hogy ez évről évre egyre jobb, igen. És jövőre mennyivel lehet nyerni? Figyelj, 100? Hát lehet, lehet, lehet. Egyébként szerintem marha jó maga a szavazás, meg maga a kezdeményezés, mert egy csomó kisebb, vagy adott esetben kevésbé ismert európai településnek a nevét azért szétviszi így Európában. Lehet róluk így hallani, oda megindul mennek az emberek, kíváncsiak. Megindul a Bátaszék felé a népvándorlás én Európából, vajon? Mondjuk van miért menni Bátaszékre. Egyébként is. Igen, de nem gondolnám, hogy most angol turista buszok indulnak el nagy számban Bátaszék irányába. Ez nem valószínű egyébként. Igen. Na, szeretnék nektek mutatni valamit, mert hogy ennek is van magyar vonatkozása, és szerintem nagyon jó, ráadásul apropója is van. Feri, te ehhez most nem értesz, úgyhogy ne figyelj. Igenis? De neked is szeretném megmutatni, hát ha kedved lesz. Durva, a fura színe van a hátadon van. Igen, igen. Akkor elkaptad Feritől. Egy irtozatos vadhús nőtt a hátamra, a kis púpom. Oda tettük át. Annyira jó, és én ennek a sorozatnak nagy rajongója vagyok, és... Jaj, bocsánat. Na, jó, nem, van, nem, jó, jó, jó. Mert akkor mi is szeretjük. Vegyétek le rólam. Nem, ezt nem akartam. Szóval, ezt szeretném nektek megmutatni, mert egész egyszerűen zseniális. A Full Moon zenekarról van szó, akik néha tagot cserélnek, jönnek, mennek igazából, de most újra vannak, és nagyon kedvelem őket, és baromi jó dologhoz nyúltak hozzá, és kicsit átdolgozták, megcsinálták, mindjárt érteni fogjátok, hogy miről van szó. Hát meghalod, és ha nézed, akkor azonnal kiráz a hideg. Lannister Stark, Tully Terrell, Targaryen. Figyeljétek. Hogy tetszik mondani? Az akapella sorozat. Hát de jó az a film. Abból láttam egyszer egyet. Bedugrva. Azért jó, nem? Ez jó. Schwarzwald tűnik. Jenny. Holdon? Hodor, te hülye. Ja? Holdon. Mi van a Holdon? Megcsinálták a Trónok harcának ugye a főcímdalát. Ja, ez az! Hát a Trónok harca így van, nem sokára indul. Akik szeretik, már nagyobb várják. És a Full Moon zenekar megcsinálta. Full a kapella az egész, hát szenzációs. Full Moon, nem? Full Moon. Ugye, hogy Holdon? Hát mondtam. Hodor, a Holdon, igen. Jó, nem? Na, ezt akartam megmutatni nektek, hogy ebből egy dal született. Hát szenzációsak. Megvan. Ügyesek tényleg. Mikor indul? Vasárnap 24-e. 24-e. Úristen. De ti úgyis összevártok megint 5 6. rész. Évad. Aha. De mi az így. Izgalmas ebbe? Ez egy hát film, ez egy zseniális sztori. Én azt se, most nem ezzel akarok, vagy nem erről akarok beszélni. Én azt se értem, mikor a Szulejmára odaülnek. Ne, jó, a bocsánat. Én nem akarom a Szulejmár nézőket bántani, meg az is egy fontos sorozat, meg tök jó, de hagyjál már. Szóval tök más a kettő. Hát de miért? Film. Igen, és az Iza úr ez egy sorozat volt, akkor azért hogy lehet Homelandet nézni, hát érted, hogy azért a kettő nem úgy, de sorozat, de nagy különbség van a kettő között. De most a sztorit várjátok, vagy újabb látványelemeket, vért, verítéket? Hát hogy mi lesz azokkal az emberekkel, vagy azokkal a szereplőkkel, aki hozzánőtt a szívedhez? Így van. De ez egy kitalált sztori. Tényleg? Nem? Hogy érted? Hogy ez egy... Hogy ez maga a rögvalóságnál. Jocky Ewing se létezett, érted? Bobby Ewing se, Ellie Ewing se, és Donna Reed se, és azért elég sokan nézték meg kitalált. Na most ezt ne csináld. Tehát, hogy azért... most hétvégén indul. Én nagyon szeretem ezt a sorozatot, nagyon jó. És minden gonosz karakter a kedvencem, aki rende jó, van. Remélem meghal, és remélem a gonoszot győznek, és hát egy kicsi, apró növésű kis Lannister. Ez is egy tündérmese tulajdonképpen. Csak úgy tündérmese, hogy közben meg túlmegy azokon a határokon már, hála jó Istennek, ameddig általában mesék tartanak. Tehát, hogy sárkányok és varázslók, és hát tényleg nagyon jó. Jó a könyv is, de ahogy megcsinálták és sorozatra vitték, szenzációs. És magyarul megy már hétvégén? Igen. Még ez most szerintem igen. Valószínűleg most már úgy van, hogy igen, talán az... Na jó, nem tudom.
szép volt. Az baj, hogy nem, azért nem vagyok vele tisztában, most felmertnék persze az HBO-nak honlapjára megnézhetném, meg, aki egyébként akit érdekel, az már is tudja, meg is nézte. Beszélte, már nem nagyon vannak csúszások. De elég gyorsan leadják, persze. Na jó, nem az mondhatom, hogy még egyszer. Jó, ez jó. Tényleg jó, tényleg jó. Na, egy mondatra csak foglalkozzunk már a lehúzom. Jó, bocsánat. Mint egy átszellemű karmester. Nem láttál. Húzz fel, nagyon hideg van itt. Nem bújunk össze, és nem sírunk egy kicsit együtt. Sírjatok. Jó, nem, ez nem, hanem nem ura. Jó, nem, megmondottam, hogy összebújunk, és sírunk. Ez a trónok, ez a gyűrűk ura, tudod, aminek a végén egy hatalmas francia ágyon ugrálnak együtt a hókító. Aztán ki tudja, mi történik. Most legszívesebben arra vágyunk, hogy összebújjak veletek, bújunk egy hétig, és sírunk a végén. Én nem ezt ilyetem, lehet? De én nem akarok minden veled együtt sírni. És összebújni meg még kevésbé. Oké, okay, lónyerítés, csak hogy el tudjuk választani. Egy mondat, aztán belevágunk a témába. Hogy így egymás mellett, tehát hogy középen lenne Feri. Hallgass már el! Középen lenne Feri? Nem, ez a ti filmetek. Csoda, simulnánk a mellére? Te az én mellemre, te ne simulj, de ez a ti filmetek, ti bújjatok össze és sírjatok. Én azt sem tudom, hogy ez micsoda. De igen. Akkor azt mondta volna, hogy velem akar összebújni Feri? Ő pedig azt mondta, nem tudom, figyeltél-e, hogy bújjunk össze. Tehát, hogy neked is van benne funkció. Szerintem a Lacira gondolt. Azért, gyerekek, Feri Szulajmán és Rónok Arca hasonlata azért az, tehát az ma naphallgatója cím, nem? Az ütött, ugye? Fél. Hogy tudjátok nézni a Szulajmán is egy sorozat azért? Hát érted, az is az, hát most várod. Figyelj, de legyen mondjuk a Feri legyen mondjuk egy ő legyen a mi ősanyánk. Az egyik mellére írjuk rá azt, hogy trónok harc, a másikra meg, hogy vikingek, Szulejna. És az egyik csecsét szopod, én meg a másik. Jó, de jól hangzik. Feri csecse. Jézusom, te beteg Feri csecse. Vagy. Ez egy metafora. Igen. Aha. Így van. Hát ahogy a farkasokat is etették, ugye? Így van. Mi lennénk a te kis Romulus a dőzsére? Jó. Na, jól van. Gyorsan egy lónyerítés. Nem. Na jó, hát nem akar ez a lónyerítés. Breivik, beszélünk a Breivikről egy kicsit, csak három mondatot, és ez mostantól kezdve komoly, de beszéljünk róla, mert hát szóval elképesztő. Elképesztő, és az ember csodálkozik, és mindig rájövök tényleg, hogy egyszerűen nem tudok meglepődni. Eléggé soha azon, ami Európával vagy Európában történik. Ez egy hihetetlen. Ugye, szerintem nem kell senkinek bemutatni, hogy kiről van szó, ugye, arról a norvég tömegmészárosról, aki ugye, hát majdnem 80 embert lemészárolt, és hát ugye börtönre ítélték. Ő beperelte egyébként a norvég államot, és egy oszlói bíróság kimondta, hogy a hatóságok a börtönben megsértették az ő emberi jogait. És ugye a dolog azért érdekes, mert hogy... Hát a demokratikus államban az embertelen és megalázó bánásmód tilalma alapvető érték, mondják ezt ők, mindenkire vonatkozik, terroristára, gyilkosra egyaránt. És hogy miért perelte ő be a norvég államot, azért ez megdöbbentő, például kifogásolta, hogy a börtön körülményeket. Igen. Amit, ha megnézed a képeket, akkor azt nem írja alá, mert egyébként szobája van, fürdőszobája van, hálószobája van, tehát hogy Magyarországon sokan ilyen lakásban élnek. De ez egy dolog, ez a norvég igazságszolgáltatás döntés, hogy ilyen börtönt adnak az elítélteknek. Ezzel még egyébként nincs baj, vagy nincs akkora baj. Ő beperelte a norvég államot azért, mert hogy egyébként futópadot, szobabiciklit, számítógépes játékokat, újságot, magazinokat, könyveket olvashat, ennek ellenére embertelen bánásmódra, kínzásra panaszkodva ő perel. Megnyerte ezt a pert, igaz, hogy még csak első fokon, panaszkodott többek között, és itt jön az elképesztő döbbenet, amit az ember egészen nem tud hova tenni. Nem tudsz hova tenni. A mikrohullámos sütőben melegített ételek minőségére. A hideg kávéra, az internet hiányára, a műanyag evőeszközre, a testápoló hiányára, ami az ő bőrét, a testápoló hiány ugye kiszárítja. Tehát tusolhatsz, de nincs testápolód, akkor panaszkodhatsz a bíróságon. Uh-huh. Igen. Megvádolta a norvég hatóságokat, hogy az életére törnek, a magánzárka fogvatartásával, vagy bezáró tartásával, ami a magánzárkában van, hát ő előbb-utóbb itt megőrül, és közben bőszen hangoztatja egyébként, hogy kizárólag a náci nézetei segítik a börtönben a nehézségek átvészelésében. Szuper, nyilván. Fogadhat látogatókat, érted? Fogadhat látogatókat, és a külvilággal is tartja a kapcsolatot. Szóval ez valami elképesztő. Most azt hiszem, elképesztő, hogy morális válság, vagy csőd, vagy én nem is tudom ezt, hogy értékeljem, mert
Nem tud az ember, vagy erre nehezen tudsz azért mit mondani. Kíváncsi, hogy ti mit gondoltok? Hát persze fura, hogy ennek az emberek ugyanolyan jogai vannak, mint bárki másnak, úgy, hogy egyébként ténylegesen ugye a bebörtönzésnek, vagy arra a körülményekre, ahogy ő él, gyakorlatilag hát nagyon sok szabad ember is vágyik, mert hogy legyünk őszinték, tehát rengeteg embernek ezek a dolgok nem adatnak meg, nincsen számítógépe, nincsen futópadja, nincsen PlayStation-je, neki még az is van. De ugyanakkor, csak kettes, nem hármas. Ja, igen, lehet, hogy egyébként a problémának az alapja ez is volt. És ugyan persze, minket nem bilincselnek meg, de rendszeresen, meg nem egyedül kell laknunk bent egy szobában, vagy egy ilyen kis helyiségben, de ugyanakkor mi nem is vagyunk tömeggyilkosok vele ellentétben, és nem vagyunk nácik. De az, hogy ő bemegy egy tárgyatólerembe, és hosszú percekig tartja felemelve a jobb kezét, érted? És ezt nem akadályozzák meg, és ezt megengedik, és ezt lefotózzák, és ezt hagyják. És én nem azt mondom, és én attól tartózkodnék, hogy azt mondjam, hogy tartsák úgy, mint egy állatot, és egy egyméterszer egyméteres sötét veremben legyen élete végéig. Tehát most próbáljunk meg nem nagyon demagógan igazából szívből szólóan mondani, hogy mit kívánnánk neki, hanem egy egészséges, normális egyensúlyt találni, hogy mi lehet a jó megoldás. Ugye mondom én, hogy mi lehet a jó megoldás, szíved szerint ide tennéd. Valójában ezt érdemelni. Erre nincs mód, erre nincs lehetőség, ide senkit nem fognak tenni, tehát fölösleges most ilyen demagóg dolgokat hangoztatni, meg SMS-ben elküldeni. A gödröt és hogy élete végé. Ez úgysem kivitelezhető. De azért van egy arany középút, amikor gondold el, hogy te, mint az áldozat valamelyik hozzátartozója, az a szülő, aki elvesztette ott a gyerekét, az élettársát, a feleségét, a lányát, a fiát. Ha más nem, hát tehát rájuk nézve valamiféle részvéttel kellene ezt az ügyet azért úgy kezelni, hogy ne nézzék azt végig, hogy ő egyébként első fokon ráadásul meg is nyeri ezt a pert. És ő a felperes. És megítélnek neki 11 millió forintot. Ő a felperes, a norvég állammal szemben megítélnek neki 11 ezer forintot, mert hideg, 11 millió forintot, mert hideg a kávé. Azért azt mondja, megölt 77 ember. Hozzátartozik, hogy nem ezért nyerte meg, tehát ő mindennel próbálkozik. Embertelen bánás volt, hát többek között ez is az indokai között szerepelt. Igen, gyakran, és szerint indokolatlanul megbilincselik, illetve magánzárt. Illetve nem találkozhat a ízét, tehát a kávé miatt nem ítélték meg a 11 embert, de igazad van, így se adja ízét. Az indoklás az, hogy ő megkapta a büntetését, a 21 évvel, azt hiszem 21 évre ültették most le. Igen. És innentől kezdve, tehát ez is, hogy gondolkoznak a norvégok, a norvég igazságszolgáltatás, és azt mondja, hogy 21 évre elítéltük neki, ez a büntetése, és azzal te nem büntetheted pluszban, hogy hideg a kávé. Vagy megbilincseled. De ez egy morális hát az, szóval ez az. Én tényleg nem azt mondom, és ezt nem szabad kimondani, hogy megalázó körülmények között tartsák, mert ezt nem kívánja az ember senkinek, és ez egy ilyen kicsinyes, olyan fajta bosszú, amit szívből mondanál neki, de ezt nem tud megcsinálni. Viszont nem merülhet fel, hogy 77 embert valaki megöl. Tudatosan, oda megy, fegyverrel, lemészárol, nem? És arról van szó, hogy a magánzárka szó kapcsán, meg a bilincs szó kapcsán ő perelhet. Igen. Könyörgöm, mit érdemel? Szóval, hogy mi az, hogy a bilincs kapcsán ő perelhet? Hogy kéne tartani? Limuzinba? Hozni? Vinni? Érted? Uh-huh. Szabad elsétálást, kimenőt adni neki, eltávozást? Este gyere vissza! Tehát, hogy ez egy valami elképesztő. És mi a megoldás? Tehát mit tudsz kitalálni? Azt tudod kitalálni, hogy valamilyen újfajta jogalkotásra van szükség Európában. Nem tudsz más csinálni. Hát és azt mondod, hogy, és Norvégiában, de hát azért minden embert megillet, tehát ez egy európai szabályozás, amiről mi most beszélünk, ugye egy nem tudom milyen törvény, ami arról szól, hogy minden embert megillet az az alaptétel, hogy a normális bánásmód és a születésétől fogva az emberi jogok, hát, az persze, európai intézmény csak alapján, az európai tanács, nem tudom milyen cikke alapján, téged ez megillet, ez az alaptétel. De miért nem mondják azt, hogy oké, ez mindenkit a születésétől fogva megillet, legyen így, de mondjuk, ha te terrorcselekményt követsz el, akkor kivételt teszünk. Ez egy passzus lenne, amit bele kéne tenni. Érted a különbséget? És ha valaki egy embert megöl hirtelen felindulásból, nincs különbség élet és élet között, de más megítés alá esik, mint ha valaki 77 embert mészárol le tudatosan, és azt mondjuk, hogy mindenkit megillet ez az alaptétel, de ha te terrorista vagy, és egyre több terrorista van, és ezért szembe kell nézni, akkor nem emelhet szót a bilincs és a magánzárka ellen, és téged ez viszont nem illet meg, mert te terrorista vagy. Breivik egy terrorista. 77 embert ártatlan civilek. Előre kitervezve. Érted, hogy mi a nagy különbség? És azt mondod, hogy rendben van az alaptétel, minden embert kivétel nélkül születésétől fogva. Így szól.
születésétől fogva, de közben a születése és a fellövése között, vagy a 30 év között ő valamikor terrorista lett. Tehát akkor nincs ilyen, hogy a születésétől fogva. Zárójel, ha terrorista vagy, akkor viszont nem. Igen, igen. Ugye? Csak, hogy... Szóval ez nem egy normális jogalkotás, nem egy normális jogrendszer, ahol te szót emelsz a bilincs ellen. Csak hogy mennyire más az ország. De most nem vagyok demagóg, nem? Vagy, te nem a sötét magánzárkáról, a mindennapi verésről beszélek, amit az ember kíván neki egy sötét hideg lyukban. Igen, hogy ne legyen lehetőség azt mondani, hogy én hadd beszélgethessek a rabtársaimmal, akkor igenis egy egyedülálló szellem. Ezt elolvasod, és kinyílik a bicska zsebben, és nem halt meg senkit. És nem voltál ott. Hát képzeld hozzátartozókat, bocsánat, mondjad. Csak hogy értsük, hogy mennyire más az ország. Képzeljétek el, hogy az ítélet után egy olyan ember, aki ott volt ezen a szigeten, de megúszta a mészárlást, az bírta kiírni az egyik, azt hiszem Twitter vagy Facebook, nem tudom milyen oldalára, hogy ő megérti ezt a döntést. Ő ott volt a szigeten, de megúszta, nem halt meg. Ugyanis Norvégia egy demokratikus állam, és ez mindenkinek jár. Aha. Te ezt érted? Atya úr, persze, teljesen máshogy vannak szocializálva, és máshogy gondolkodnak, és de hogy felfoghatatlan. Tehát, hogy egyszerűen... Én most egy picit lemagog leszek, ha úgy tetszik, de én azt gondolom, hogy ők tényleg így jó dolgokból nem tudják, hogy mit csináljanak már. Egy picit, igen. Tehát, hogy... És mi illeti meg a 77 embert, a hozzátartozóikat, a szeretteiket, hogy egy életre megnyomorították az életedet, hogy elvették tőled a gyerekedet, a lányodat, milyen kártérítés, mennyi idő után vidáman végignézik a tévében, hogy a csávó egyébként karlendítve áll egy percig, majd szeretné, hogy legyen internet. Nyilván lesz neki internet, persze. Érted? És egyébként bőszen hirdeti a náci nézeteit, és engedik, hogy egy percig álljon ott karlendítva. Szóval az eszem megáll. Emberek becsületesen élik le az életüket, soha semmilyen bűncselekményt nem követnek el, egész életükben dolgoznak Afrikában, Ázsiában, nem tudom, de Európában is, azért, hogy azt annak a töredékét elérjék, amit ez az ember megkapott, úgymond alanyi jogon, mert az jár neki a norvég demokráciában úgy, hogy 77 embert megölt. Igen, szóval azért nagyon, nagyon komoly baj van az európai, nem tudom, liberalizmussal, vagy demokráciával, vagy hívjuk bárhogy, de hogy azért, szóval túlengedtük ezt saját magunknak mi itt Európában, nem? És most ennek isszuk meg a levét. De tényleg. Túlszabályozás, igen. Szóval, egyszerűen felfoghatatlan. És mondom, tartózkodjunk a sötét veremben, nem tudom, minden nap verjék meg százszor, és szúrják ki a bal szemét, és kínozzák halára, és nem tudom, mit csinálják vele, mert az meg viszont demagógia. Dermesztő. Első fog, szerintem megkapja. Meg fogja kapni. Én mondtam már egy fél év, amikor beszéltünk róla, hogy figyeljétek meg, hogy meg fogja nyerni. Hihetetlen. Hihetetlen. És ugye, hogy Norvégiában van az, hogy 18 év? Tehát, hogy ugye nincs tényleges életfogytik, tehát 21 év. Ez egy nagy kérdés, ugye, hogy azért 21 év után mondjuk jó magaviselet lesz, és akkor egyszer csak kijön. 21, akár. Nincs tényleges életfogy, 21 után lehet, hogy kijön. Hát újra tárgyalás van. Igen, elvileg újra tárgyalják. De egyébként az benne van, amit te mondasz, hogy 21 év után azt mondják, hogy letelt, jó maga viselet, igen. Kész, vége. És nem lesz 60. Na igen. Boldog nyugdíjasként él. Ja. És szerintem a világon mindenhol rajtunk röhögnek. De tényleg. Tehát, hogy azt mondják, hogy Európában nem vagytok normálisak. Tehát, ha egész egyszerűen nem fogjuk föl, hogy ez a világ egy kicsit emellett elment, és azért a menekültekkel, akiket én sokáig védtem és védek most is, és nem azt mondom, hogy mindenki terrorista, de igenis bejöttek terroristák, ha nem szabályozzuk ezt a dolgot. És most Breivik ugye nem így jött meg, nem ezzel a történettel akarom összemosni, de nem mondjuk azt, hogy változtatnunk kell, és kivételt teszünk például a terroristákkal, akkor elmebetegek vagyunk, nem? Ha ugyanaz a büntetési tétele a 77 embernek, meg nem tudom, nem lehet összehasonlítani egy ember megölésével, de hát azért egy előre kitervelt, ez tényleg terrorizmus. Igen, betegek a norvégok. De tényleg komolyan mondom, hogy ez ember esze meg el. Na jó, kicsit hosszabb lett, nem akarunk nagyon komolykodni ma, úgy gondoltuk, hogy vidámkodunk, de ez nem felborító. Szóval, hogy emellett nem lehet egyszerűen elmenni szó, mert az ember nem is érti, hogy ez valójában kinek a csődje, vagy milyen morális válság ez, ami itt van, de azért ez elképesztő. Jövünk, hiszen nem sokára vidámabb témával folytatjuk, megnyugtatunk mindenkit. Lesz még VTCC játékunk is. Így van, természetesen. Jó kis kérdésünk, kettő darab jegyet lehet nyerni a hétvégi Hungaroringi futamra. Mielis Norbi már nagyon várja, azt írta ki a blogja, hogy Budapest, illetve Hungaroring számára a Paradise City és kisrakta Gánzer, azaz Paradise City című számára. Igen. Úgyhogy nem sokára jön a kérdés, van még témánk is, úgyhogy jövünk, nem sokára hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Már újra vidámak vagyunk, csak ezen muszáj volt egy kicsit foglalkozni. Nagyon sokan írták egyébként a hallgatók is, hogy mi a véleményünk, úgyhogy az is szerintem befolyásolt bennünket, meg hát azért szoktunk milyenekről is beszélni, mert ez egy kicsit, nem kicsit, nagyon tényleg. Nagyon betegek a norvégok. Nagyon betegek. Miközben egyébként náluk működik a legalizált gyermekrablás. Azt hallottad azt a történetet? Ez elképesztő.
Brutális tiltakozás volt 5 gyermekes norvég családtól, valamennyi gyermeküket azonnali hatállyal elvette a gyermekvédelmi hivatal. Ők egyébként már 9 éve Norvégiában éltek, biztos egzisztenciával, és pikpak, elvették tőlük a gyerekeket. Nem találtak fizikai bántalmazást, semmit. Katolikus keresztény dalokat énekeltek, felkészítették őket az ünnepekre, stb. Stb. Meg néha kiderült, hogy valamelyik gyereket mit tudom elfenekelték. De hogy nem panaszkodt a gyerekek semmi, elvették őket, szétszették a gyerekeket, és azonnal. Mi óriási ügy volt ebből, nem hallottad? Nevelőszülőkhöz rakták, a 3 hónapos gyereket elvették a nőtől, hetente egyszer látogathatja, a 9-10 éves gyerekeket szétszórták örökbefogadásra, heti egyszer 10 percet beszélhet velük. Meg hogy keresztény katolikus dalokat énekelnek, túlzottan keresztény, ezt mondták, és ezért érted? A norvég állam. Szóval, hogy közben azért ők nagyon-nagyon-nagyon betegek. Na, de ennyit erről, tényleg elképesztő. Egy sokkal vidámabb témával folytatjuk, ami igazából úgy vidám, ha az ember beszél róla, de aki átéli, talán kevésbé. Ugye, bulvárlapokat nézeket az ember, és egy-két érdekes cikkre felfigyelünk néha. Murjánikőről van szó, ő csak témaindító, tehát nem az ő esetével akarunk foglalkozni. Csak kiderült szegénynél, hogy ők baromira készültek az esküvőre, és már megvolt minden, megvolt a névsor, az ültetés, hatalmas szerelem volt állítólag. Hát ezt olvassa az ember ugye a bulvárlapban, aztán kérdés, hogy ebből ugye mi az igaz. És az esküvő szervezés kellős közepén ők úgy döntöttek, hogy szakítanak, de tényleg már Enikön szinte rajta volt a fehér ruha. 2 héttel még az esküvő előtt vidáman pózoltak egy tévés anyagban, majd kiderült, hogy bár már szinte megvan az ültetés rend, a helyszín, a torta íze, a menü és a vendégsereg, de ők szakítanak. És véletlenül se azon filozofálgatunk, és azon nevetünk, hogy most vele mi történt, és jaj, de vicces, nem erről van szó, hanem ezt még erről nem beszéltünk, de biztos van sok hallgatónk, aki átélte, hogy az esküvőn, vagy az esküvő előtti pillanatokban való meggondolás. Hát ez eljutsz odáig, fölépíted, meghívó, kitalálod, közös életetek, és amikor és meggondolod magad, mert elbizonytalanodsz. Igen, amerikai... Mert arról biztos nagyon sokan álmodtak, hogy ezt kellett volna tenni. Utólag, miért nem hajtották tovább? Amerikai filmekben látsz ilyet, hogy vezetik a lányt az oltár elé, és elrohan. Ül az autóban a pasi, és odaszól a taxisnak, ugye a nagyon híres mondat, a hajtson tovább. Amikor is ugye tovább megy. De lehet valaki, akivel ez valójában megtörtént, hogy az esküvő előtt 2 nappal, 3 nappal, 1 héttel, vagy ne adj Isten, azon a napon a mennyasszonyja, hogy a vőlegény, ami még nagyobb szó, hogy a vőlegény, azt mondja, hogy nem. Az milyen lehet? Van egy nagy klasszikus olyan pillanata valakinek esetleg, amikor ott várod a férjedet, vagy a leendő férjedet, és nem jön meg? Hát, az biztos vagyok benne. Hátra várod, hogy nem. Íjjon a templom ajtó, érted? Nézd, befelé kinézel jobbra, észreveszed az anyósodat, rád mosolyodik, és abban a pillanatban az mondod, nem, ez rossz döntés, menekülj. Szóval, hogy ez hihetetlen. Mi tört? Ott tudatosul, hogy vége? Az igen, lehet. Tehát, amit ez a pánik, gondolom. De ezt tudod előtt egy héttel is, hogy vége, és kezdődik valami új, érted? Meg egy hol? Tehát amikor kitaláljátok a pároddal, hogy egy év múlva összeházasodunk, akkor már tudod, hogy ott a vége. Hát ez tudod, mint amikor érettségre készülsz. De miért nem mondod akkor azt, hogy majd holnap tanulok, majd holnap tanulok, majd holnap. És egyszer is ott vagy. És ott lepereg az életed, és azt mondod, hogy eddig nem tovább menjen tovább, és nem mész oda. És ott van a leendő feleséged, ott áll a násznép, várják az esküvőt, és elmarad az esküvő. Milyen buli, gondold el? Hát, nem? Mikor mindenki vigasztalja, menj, azt mondja, kicsit eszel 2 pogácsát, mert azért éhesen mentél. Hát nem? Tehát azért meg ki van fizetve. Meg hát ki van fizetve, ott valaki megpróbál erőltetettel jó kedvet csiholni, nem baj, azért táncoljuk egyet. Aha, hát, az igaz, igen. A gyerekek esküvő nincs, de azért. De ha már itt van a zenekar, legalább táncoljunk egyet. De az a legjobb fejség, nem? Amikor ilyenkor valaki felkiált, nem? Hogy azért, hát azért a töltött káposzta, ne hűljön ki! Tudod, hát ez mennyire jó arc. Igen, na. És ott az eladó mennyasszony felkiáltás az ott. Valaki fölkapja a síró mennyasszony. Nekem igen. Kell. Igen, én megvigasztalnám 2-szer. Na, igen. Na, drága hallgatók, csak hogy ígértük, hogy tényleg vidám témával foglalkozunk, és nem arra gondolunk, hogy síró mennyasszonyok és vőlegények zokogó hangon mondják el, hogy az ő férj jelöltük, vagy feleségüket, megcsalt őket és lelépett, hanem utólag visszagondolva, ha már eltelt esetleg néhány év, mondjátok el nekünk, hogy tényleg létezik-e az a pillanat, amikor másnap van az esküvő, vagy 1 hét múlva, és te meggondolod magad, és egyszer csak odaállsz a feleséged, vagy a jövendő beli elé, és azt mondod, hogy figyelj, nem. Miközben éppen azt mondja, hogy a mamát ideültetjük, Petiéket odaültetjük, csinálja a kis ajándékokat az asztalra, látod rajta, hogy nagyon készül, és te pasiként azt mondod, hogy nem.
nem te vagy. Nem akarok. Figyelj, ha kihátrálok a dologból, vége van, nem akarlak elvenni, vagy nem akarok hozzád menni. Van olyan, amikor a közös döntés részben, vagy a másik ezt elfogadja, akkor szerintem azért nincsen vele nagy gond, akkor csak egy picit kellemetlen mindent lemondani. Hát, de amikor ez csak az egyik félnek. Azért ezen úgy átsiklottál, hogy ez mind a két fél elfogadja, egyrészt az egyik fél az, hogy nem fogadja el, mert hogy ő nem számított rá, kettő, hogy azért nagyon kellemetlen azt lemondani. Közösen hát, kivittétek a meghívókat, ugye vidéken ez még úgy működik, hogy személyesen végigmész, megvan minden. Majd te utána egyedül végigmész meg én, és azt mondod, hogy bocs gyerekek, nem lesz. Hát azért ez több, mint kínos. Beszélni akarok veled. Miről? Az eskünkről? Mégse ad idézet legyen benne? Nem, egy picit komolyabban. És gondolod el, hogy az a nőnek ugye a nagy napja. Tehát az élete nagy napja, amire készül, amit vár. Az, hogy több nő gondolta meg magát szerintetek, mondjuk esküvő előtt egy-két héttel, vagy Pasi mondta, de Pasit felnégyelik. Tehát nem. Nem mondod az asszonykádnak, hogy te nem, téged ott feldarabolnak, nem? Ott felszegeznek, négy vármegye falára, tehát ott véged van. A 90%-uk Pasi lehet. Tehát egy nő szerintem nem mondaná vissza. Hát, ha van egy olyan taxisofőrünk tényleg, aki vitte az egyik felet valamilyen budapesti vagy magyarországi esküvőre, és ő átélt és el tudja nekünk mondani, hogy ült a szorongó hőlegény izadva hátsó ülésen, és azt mondta, hogy hajtson tovább. Tapos bele! Piros a lámpa. Majd akkor is! De itt a templom már megérkeztünk, menjen tovább. Jó, ne szórakozzon, nem. De tényleg, menjen tovább. Én nem tudom, mit csinálnék. Tehát a cikk hallatán szegény Enikőik, hát ugye még nem voltak ott az esküvőn. Ha meglépne a pasid. Igen, nagyon durci lenne. Az nem rázza meg, ha kiderülne, hogy van, az sokkal jobb. Remélem tud ki titkot tartani. De mondjuk, például ott álltam volna az esküvőt, emlékezek az esküvőtökre, hogy milyen nap volt? Hát akinek volt. Nekünk ugye volt. Tessék, neked ugye a meleg víz, a pogácsa és az izzadságszagú, ugye polgári esküvő. Hát még ez volt meleg víz, mert egy lőrinci polgármester hivatalban ti voltatok a hatos számú pár aznap, és bevonultatok, és ketten gyorsan összeházasodtatok. Hát mindig ha még a polgármester hivatal lett volna. Nem, hanem, tanács vagy. Nem volt igen. Olyan, hogy tovább tekersz a kis bringáddal, ahogy mentél? Egyébként majdnem, mert hogy egy emelkedőnek a tetején van. Azt hittem, mert meggondoltad magad. De, hogy is nem. De mondjuk én ott állok, én már megérkeztem előre, ott voltak a vendégek, én leültettem mindenkit, nálunk ilyen kis kertben zajlott, nem volt kápolna még semmi, csak úgy ilyen kis kertben zajlott, szolid volt egyébként, nem volt nagy vonatozás, meg Debian, meg semmi, 20-30-an voltunk, és csak elképzeltem azt, nem vonatoztunk Debianre, hát most. Igen. És elképzeltem azt a helyzetet, hogy várok, ott ül a rokonság, ott ülnek a barátok, és a Viki kiüzen, hogy ő nem jön ki, és nincs esküvő. És ott álltok. És ott állsz hülyén, megsemmisülve. Mit csinálsz? Meginvitálod még őket azért az asztalhoz, hogy azért együnk valamit? Hát azért próbálod még szórakoztatni őket. Per, egy kicsit mit egy bukfence? Jaj, mindig ilyen. Még egy 5 percig azért hiszel mindig ilyen vidám. Egy tréfát, az én feleségem lesz. Hát aranyos, hogy szóval mindig tréfálkozik. Mindig nem jön ki, nincs esküvő. És azt ismeritek, hogy két székely találkozni. Két székely megy egy lovaskocsi. Azért az nem tartanak ki sokáig. Nem. Az dermesztő lehet. Tehát ez egészen biztos, hogy derrasztő. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, ha volt ilyen, és amire most már szívesen gondoltok vissza, és nem traumatikus, és vidáman el tudjátok mondani, tehát tényleg nem keseregni akarunk, és szomorkodni veletek együtt, de a pár éve megtörtént, hogy a pali vagy a nő azt mondta, hogy nem nincs esküvő, hogy történt, hogy mit mondott, és hogy az esküvő szervezés melyik stádiumában jelentette be. Ugye ez is egy fontos kérdés, hogy még az elején, vagy már tényleg az volt, hogy még egy közös éjszaka, és holnap egymásra éreszünk. Rendezgették az asztalon. Hát te mit szóltál volna, Móni, bemondja? Semmit. Egyáltalán nem romantikus vagy. A legkevésbé érdekelt volna, ez nagyon őszintén. Jó, de várjál, azért kellett volna, hogy érdekel, mert ugye nem azt mondja, hogy nincs esküvő, hanem hogy akkor a kapcsolatot se akarja, az más. Tehát nem azt mondja, hogy nincs esküvő, de veled maradok, hanem hogy nincs esküvő, és nem vagy te. Amit amúgy is megettünk volna, tehát hogy igazából semmi. Nem gondolhatsz még ekkor is a pénzre, hogy most mennyivel jöttél volna ki mínuszba. Mit rendeltetek? Két poharat, meg két pogácsát? Nem, azt hiszem, 6 krémest. Gazdag esküvő volt a végig. Nem volt sem. Semmi. Abszolút semmi. Nekem le lett volna hiányérzetem. Semmilyen szinten. Én már addigra mindent megkaptam. Amit akartál ettől a kapcsolattól. És mire nekünk egy hallgató, mind a két házasságom tragédia. Az első feleségem elhagyott, a második nem. Ez így baj, ez így baj. Na, de most írjátok le, hogy tényleg van-e ez a szituáció? A valódi életben megtörténik-e, vagy ez tényleg egy nagyon filmes jelenet, amikor néhány órával az esküvő előtt valaki lemondja, hát ha elkapunk valakit, akivel ez megtörtént. Jó, küldjetek az SMS-eket, és akkor megpróbálunk 9 után valakit visszahívni.
VTCC kérdésünk viszont van, ma is készültünk, ugye? Gyorsan mondjuk el még a hírek előtt, hogy tudják a hallgatók küldeni a jó válaszokat. A Hungaroringen lesz egy futam most hétvégén, Norbi jön, reméljük nyer, ott lesz az engőtím is, úgyhogy lehet neki drukkolni, sőt mi több kijutni a túrautó világbajnokság futamára. Melyik évben szerezte a legtöbb pontot a VTCC-ben Mihelis Norbert? Ezt írjátok meg nekünk, 0-76-45-00-00 az SMS számon. Csodálok, hogy még itt csütörtökön is ki tudsz találni valami újat ezzel mi a túrautó világban. Már mindent megkérdeztél, és még mindig nem tudsz rajta egyet csavarni. Hogy olvasgatok, és az a baj, hogy így elveszek benne, mert hát, hogy melyik volt az az év, amikor elütött egy galambot futam közben. Mi volt a legnagyobb sebesség, amit elért versenyzés közben? Van még, ahonnan ez jött. Igen. Na, szóval ezt küldjetek el nekünk, illetve várjuk az esküvői SMS-eket is, jó? Hogy mikor, ha volt olyan, akkor mit mondott a vőlegényetek, akik sosem lett az, vagy a mennyasszonyotok, hogy hátrált ki az esküvőből. Illetve van még egy játékunk, ugye a hármas ugrás, már is mutatjuk a beugrót. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Atya is, sűrű? Sűrű, ezt megmutathatjuk még egyszer, nem? Mert ez annyira sűrű, figyeljetek. Azt a mindenségét neki. Na, szóval sok dolgotok van. Elmaradt esküvőről írni, VTCC túrautó világbajnokság kérdését megfejteni, és ha játszanátok hármasugrást, akkor elküldeni. Jönnek már az SMS-ek, ez nem csak amerikai filmekben van, látom a falat. Tehát ezt férfiak, nők is sokan átélték már. Igen, tényleg nem akarunk feltépni sebeket. Nem, akkor írjátok meg, ha szívesen beszéltek erről, ha már ma ti is mosolyogtok rajta, és el tudjátok nekünk mondani. Tehát ez tegnap történt, és még mindig ott álltok a bazilikánál. Sírva. A mennyasszonyi csokorral a kezetekbe, és várjátok, hogy hát, ha csak egy tréfa és megérkezik, akkor nyilván ne. Mi már azokat a történeteket várjuk, amikor tényleg oldottam. Azt mondja az ember, hogy 5 éve történt, most már menjen a fenébe. Tudok róla beszélni. Jó, küldjetek az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra után 7 perccel szép reggelt kívánunk, minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, egy jó kis Blink 182, hát ők igazi. Punk vagy rock and roll vagy? Hát pop-punk. Pop-punk, minden. Igen. De tényleg nagyon jó. De csak a bulizás, csak a jókert, csak a feeling. Ők vannak még, léteznek? Vége? Nincsenek szerintem. Túl buliszták. Túltolták a szekeret? Ők is kicsit túltolták a szekeret? Igen? Nagyon jó zenét csinálnak. Hát ők annak idején ugye nagyon nagyok voltak, az Offspring-el, a Green Day-el, a Sum 41-nal, a többi karöltve, óriási mennyiségben adtak el lemezeket, több 100 millió lemezt adtak el, és nagyon-nagyon-nagyon szerették őket, megszeretik őket mind a mai napig. Látjuk az SMS valamit. Aztán valahogy kiégtek, igen. Na, ugye zajlik ma a speedmaraton, úgyhogy mindenhol trafi, nagyon drágák vagytok, hogy elküldtétek, de tényleg 10-ig tudnánk sorolni, úgyhogy nem mondom most egyenként, mert tényleg nem túlzás, több száz SMS szól csak arról, hogy hol van trafi ma reggel. Mindenhol, az autópályákon, falvakban, városokban, szerintem mindenhol, ahol láttok trafit, az. Igen, ahol nem láttok, ott is vannak. 900 helyen lesznek. Győr, Debrecen, Tét, Budapest, rengeteg helyről jönnek az SMS-ek. Úgyhogy köszönjük szépen egyenként, nem, ma azért nem, mert mindenhol trafi van, úgyhogy óvatosan menjetek, reméljük, hogy senkit nem fotóznak le. Ezen kívül, ami még fontos lehet, hál' Isten balesetről egyébként kevesebb hír szól. Az alsó rakpart van bedugulva, nagyon észak felé a Margit-hídi felhajtónál, kitört kerekű autó tartja fel a forgalmat, és ez az oka. A pesti rakparton is egyébként nagyon-nagyon lassú a haladás. M7-esen a Siófok felé a 46-os kilométernél fát vágnak, már 1 kilométeres a sor. Ezt is többen kérdezzétek, valamint Kópházánál történt egy baleset, rendőr irányítja a forgalmat, Szilvácska küldte nekünk, és emiatt van dugó. A többi az pedig csak trafi, trafi, trafi. Úgyhogy vigyázzatok tényleg. Na, mi pedig az elmaradt esküvőkről beszélgettünk, és arról, hogy milyen lehet az tényleg, amikor az emberek egy nappal, egy héttel a kitűzött nap előtt a párja, a szerelme meggondolja magát, és... Csodálatos. Megúsztad volna. És ugye lemondja, hogy mit élsz át, hogy mi történik ilyenkor, hogy mit csinálsz, ha ott állsz már az esküvőn. És hát vannak jó SMS-ek, a legtöbb azért az, ott voltam, hallottam, vagy mesélték, hogy ez történt, de van egy-kettő, aki résztvevője is volt a történetnek, úgyhogy
vele rajta keresztül történt ez a dolog. Édesanyám nagynénye, helyes SMS Margó néni mennyasszonyi ruhában mászott ki az ablakon és tűnt el. Az utolsó pillanatban gondolta meg magát. Tehát hát már beöltözve ott vagy, a koszorús lányok várnak az ajtó előtt, és te a kics ablakon kitusz. Margó hol van? Margó! Margó! Sziasztok, én 3 héttel az esküvő előtt mondtam le mindent, minden készen állt, a meghívó kint, a torta megrendelve, ruha megvéve, életem vágya volt. De sajnos kiderült, hogy 3-an játszunk egy csapatban, ennek már 4 éve, ígyetek el, jól döntöttem. Niki küldte nekünk. Mamám szomszédjánál az esküvőre levágták az állatokat, sütöttek, főztek az esküvő napján, felült a mennyasszony egy idegen férfi motorjára, és mindenki szemmel látára elhajtottak. Az esküvő meghiúsult. Akkor vált mindenki számára világos, hogy a mennyasszony meggondolta magát, és más szeret. Ez jó jel. Az menő. Megérkeztek egy 250-es ETZ-vel. Felpattant rá a mennyasszony, egy kis babettával, tudod? És elvitték a mennyasszony. Az az igazi mennyasszony szöktetés. Nem? Igen. Egy kis Simpsonnal, és leír a hátsó sárvéd. Igen. Én voltam olyan esküvőn, ahol a mennyasszony a lagzis menetben az árukba dobta a gyűrűt, az anyja erre jól megpofozta. A vőlegény széttépte a személyi igazolványát, a vőlegény apja infarktust kapott. A násznép hülyére itta magát örömében, bánatában egyszerre. Tiszta kusturica film volt, életem legjobb lagzia maradt. Azért a sűrű. Ha valaki nem? ezt megígéri, hogy az enyém ilyen lesz, akkor én is megcsinálom. Ez gyerekek, na. Ez király. Fodrász vagyok, 4 próbafizurát készítettünk a mennyasszonynak, és a nagynapon reggel hiába vártam, nem jött el. Az esküvő előtt este kiderült valami a legény búcsúról, és a mennyasszony lefújt mindent. A felenásznép megjelent szombaton Csiniben, az ország másik feléről, külföldről. Körülbelül a 40 fő a templom előtt tudta meg, hogy nem lesz ceremónia. Nekem is ugrott a vendégem. Azért az milyen kemény. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló! Halló! Hello! Attila? Hello! Igen, hát hello Attila, na veled mi történt? Az történt, 2 éve volt, hogy Tápió szelén megjött a kocsi, amivel a apukámat és a leendő feleségét hozta. Vitték volna a templomba. És akkor úgy kb. A fele útnál voltak, és akkor így a leendő anyukám azt mondta apukámnak, hogy vége, még korán van, és ő nem akar házni. Nem, nézd, hogy leendő anyukát, tehát ők a szüleid voltak, és te hallottad ezt a történetet? Vagy, hogy ugye... Ott voltam benne a kocsiba. Aha. És akkor még nem volt az anyukád? És... Akkor még nem. Aha, de azóta már összeházasodtak újra. Nem, még azóta sem. Ja, azóta sem. Azóta sem. De együtt vannak? Hát még együtt vannak, már tervezgetik, de még azt mondják, hogy még egy kicsit korai. És ment az autó a templom felé, és odaszólt az édesapádnak, nem tudom, hogy hívják, hogy menj tovább, még nincs itt az ideje, és tovább mentek? Hát, hogy a leendő anyukám kiszállt, és akkor apukám ment tovább velünk a templomba, és mondta a papnak, hogy kész, nincs esküvő. Nincs esküvő. Jó, de vacsora volt legalább? Vagy ittatok valamit? Vagy akkor utána mindenki evett, meg ivott, kicsit szomorkodtak, de hát... Na mondd, ki van fizetve, akkor már... Az egy kis fájdalompénz told be a persejbe? Igen. Ezt a kellemetlenségekért, atyám. De az attól, hogy azóta sem. De hát akkor ott valaki tényleg nagyon meggondolta magát. Attila, köszi, hogy elmondtad. Köszi, ciao. Itt van Dani velünk, hello Dani, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Na, az esküvő napján történt valami, amit te láttál? Nem, én láttam. Ugye nálunk az a szokás, hogy a mennyasszony meg a vőlegény külőháznál van a vendégvárás, utána a vőlegénynek a családja elmegy a mennyasszonyhoz kikérni. Ki kell kérni, így van. Ez milyen szép szokás egyébként. És akkor vittem a vőlegény apukáját, meg a vőlegényt a mennyasszonyhoz, és akkor az apuka, az öröm mondta, hogy jaj, de nem szeretné, hogyha az történne vele, ami 2 héttel ezelőtt történt, és kérdeztem, hogy micsoda, és akkor mondta, hogy a vőlegény családjánál ott állt az egész násznét, meghajáltak, ittak is rendesen, és akkor elindultak a mennyasszonyhoz, és házhoz odaért az egész násznét, nagy csinadratta, és akkor jön ki az örömanya sírva. És kérdezik, mi történt? Hát a mennyasszony elépett egy 1/2 órával ezelőtt. És akkor hát így mindenki tágra zárt szemekkel nézi, hogy mi történt, erre az örömapa, a vőlegény apukája, hogy tenyerébe csapott a vállát, a fiának elkezdte csapkodni, hogy nem baj, fiam, mert egyébként utálta a mennyasszony. A csüket fiú vállát megpaskolta? Igen, a gyerek ott majdnem sírva fakadt, az örömapa megpaskolta, hogy megtartjuk a bulit, van zenekar, kaja, minden, elvegyünk kicsit ott a fiúkodó. Háj, de jó fejlő. Akkor az. Nagyon nem. Apa már a sörre, a krémesre és a vathúsra gondolt. Hogy hát az, ha már bográcsban van, azt már nem veszed kárba. Ilyen csirke, ilyen lokerlővel.
Jó, de szép. És a bulit megtartották? Tehát maga meg, a buli persze, volt? Hatalmas egy buli volt, persze. Ha, egy nagyon szomorú, nagyon szomorú vőlegénnyel. Hát szomorú volt, de a család az, az örült neki, tehát, és azóta egy palát is magának más. És mi történt a lányal, arról tudunk valamit, hogy ő megszökött? Hát állítólag talált magának valaki más, de ez akkor még nem derült ki. Aha. Azért, amikor a mama kijön, hogy bocsánat, megszökött a lányom, vagy nem akar kijönni, nem tudom odaadni a mennyasszony, mert nincs itthon, mert előző éjszaka megszökött. Azért az nagyon szép, és ott áll a násznép. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, sziasztok! Hello, hello, hello. Párom majdnem nősült, annó esküvő előtt egy héttel a haverok stikában legénybúcsút szerveztek, mert asszonka nem engedte meg, erre bepöccent, ittasan hazaért túzzogott, reggel már a párnán találta a gyűrűt. Mennyasszonyommal 3 évig éltünk együtt, az esküvő előtt egy héttel munkából hazamenet láttam, hogy hazaköltözött a szüleihez. Nem lett belőle esküvő, ezt Imi küldte nekünk. Délután 1-kor kimondták az igent, vacsora, éjfélkor kitáncolás, vőlegény rokonsága kevesebb pénzt táncolt össze, és ezt a mennyasszony rokonsága nem vette jó néven, bepöccent, hatalmas verekedés, a Fridnek ott éjfélkor végül. Kevesebb pénzt adtak. Atya Isten, mi a véleményetek, amikor az esküvő előtt a mennyasszony félrelép a lánybúcsún a csipendéles bolyjal, és erről videó készült, ez történt velem, ti mit tennétek, kérdezi Gábor. Hát, egyértelmű a dolog, nem? Hát kérnék belőle kópiát. Vérből az asszony. Hát attól függ, mit mutatta. Hát egy ilyen nem szabad elvenni. Teljesen egyértelmű. Szerintem a nők túlpörgése taszítja legtöbbször a férfiakat. Visszagondolva, én ott hagytam volna magamat az esküvő előtt. Csodálom, hogy a férjem eljött az esküvőre. Egyébként igen, Feri, ezt még nem tudod. Jani sem, mert hogy ugye tudjuk, hát, hogy kettő darab pogácsa és egy darab műanyag tányér volt. Várjál, papírtányérok volt. Egy sötét függős linoleum most teremben, ahol mentetek a tanácsházára. A boldogsága fontos. Így van, és a mennyasszony tőle a feleséget, a vázon vittem haza. Igen. Tényleg. Ez elképesztő, hogy mit csinálnak a nők egyébként. Tehát, hogy az... Őrült rapli. Gondolom, hát, hogy igen, milyen legyen, hogy legyen, hónapokkal ezelőtt nyomat. Na, hát ezért nem csinálom ezt az egészet. Kit hívsz meg? Itt kezdődik. Jó, de akkor ti többen vagytok. Mi legyen a kaja? Hol tartsuk? Mi legyen a ruha? Hogy én mit vegyek fel? Egy van. Gyerekek. Ne. És akkor viszont a Janinak van igaza. Vázas biciklivel oda mész, meg van oldva a szállítás. Tanácsházára, ingyen pogácsára. Lemostod a bringát előtte? Két idegen tanostam volna, de eleve nem szoktál. Látod, nem kell. Díszítés. Két vadidegen tanú, akit akkor kértetek meg, hogy ugorjon már be, tanúzzon már nektek. A tiszta biciklit ellopják fel. Semmi értem. Vagyok. Érted? És kész az egész. Ennyi. Majd amikor ti is beleültök, majd amikor már 20-szorra mentek át, hogy akkor milyen asztal kell. Én végig csináltam, már nekem nem mondjátok. Egyedül én csináltam végig. Egyedül én csináltam ezt végig közületek. Nem dombolnyomás, hogy milyen idézet legyen rajta. Adi vagy, Hesse vagy, nem tudom mit csinál. Tehát, hogy így ilyen, fú, mesélték. Adit ismerem, Hesse-t nem, úgyhogy nem lehet. Mi van, írt ki? Nem, igen, ha még egy szót szólsz az esküvőben, megölj. Gyere az, csak gyere az, tudod. Ma megint el leszel popsit. Na, hívjuk gyorsan a VTTC gyertesünket? Igen! Igen. Felhívjuk? Adunk neki 2 darab jegyet? Adjunk neki 2 darab jegyet. Ugye a kérdés úgy szólt, Ján, soha. Azt mondja, hogy melyik évben szerezte a legtöbb pontot a VTCC-ben Mihelis Norbert. Úgy van. Na, jó, ugyan? Az mindegy, hívjuk. Jó, ez csak ja, hogy az évet mutatta meg, hogy jót válasszunk ilyen, hogy aztán rossz megfejtőt küldjünk, hogy tegyünk adásba. Na, halló, jó reggel, ciao, Balázs Morning Show, szia, itt a Jani meg a Feri is, hello, Zoli, keresünk. Jó reggelt, megtaláltátok, szervusztok. Hello, szia. Zoli, milyen kis félénken vetted fel a telefon? Igen, csak reménykedtem, mert a fiamnak nagyon szeretném, úgy szombaton néztük a szobákringet, és annyira szombat tévé előtt, hogy gondoltam, nagyon örülne neki. De már dolgozol, azért voltál ilyen kis bizonytalan, hogy halló, tessék. Igen, dolgozom, és a... nem erőltetik, hogy a főnök nem nagyon szereti a műsort. Nem nagyon szereti a műsort, tényleg? Igen, úgy szokott lenni, reggel bejövök, bekapcsolom a rádiót, bejön, kikapcsoljam, visszakapcsolom, és ez megy. De magával a rádiózással van baja, vagy nem szeret minket? Hát, magad a rádiózás. Nyugodtan mondhatod, ha minket nem, nekem azzal nincs bajom, hát minket legalább annyian azért hallgatnak, mert utálnak, mint amennyien szeretnek. Áttekerek máshova se. Hát tehát effektíve a rádió hallgatással van baj. Így van. Aha. Nem rádiózni, jövünk be dolgozni. Egyébként mit csinál, Zoli? Igen, hát egy műtöki nagykertő vagyok. De tudod, miért nem lehet zenét hallgatni, vagy rádiót? Hát attól nem, attól csak... Lehet, csak másik oldalon vagyok, de mindig bejön kikapcsolni. Hát ezt szoktuk játszani, úgyhogy ez a napi játékunk. Be kapcsol, kikapcsol, el vagytok. Jó. Na mikor, mi a helyes dátum a kérdésünkre?
2014. Így van. 201 pontot szedett akkor össze, ami Norbing. És negyedik lett. Hát az óriási. Mindenféle tekintetben ez volt a legsikeresebb szezonja. Óriási. Igen. Na, Zoli, mondtad, hogy a gyermeket vinnéd? Igen, 8 éves pont most van iskolában, úgyhogy nagyon... És ő már nagyon nézi, szereti, kedveli. Igen. Most szombaton mondom, nagyon drukkolt neki. De jó. Mikor defektet kapott a Norbi, akkor teljesen oda volt, hogy ez nem sikerült. Ó, hát akkor neki nagyon nagy élmény lesz ezt élőben látni. Igen, remélem. Fú, nagyon örülök. Jól van. Szépen. Zoli, örülünk meg annak is, hogy akkor egy gyermeket is boldogát teszünk. Érezzétek jól magatokat, ez péntek szombat vasárnapra szól, tehát ne felejtsétek, igen, hogy már pénteken kimehettek, nem tudom, szabad edzés van, vagy van-e más futam, szombaton időmérők is vannak, vasárnap a futam, tehát hogy ez egy háromnapos jegy. Ó, szuper, az még jobb, hát akkor megyünk, ott lesz minden nap. Nem mondanak jó időt, de... Igen, vasárnap kicsit. Annál izgalmasabb lesz a verseny. Majd felöltözünk. Oké, jól van, küldjük nektek a jegyet, jó? Nagyon szépen köszönöm, az ő nevébe is. Köszi Zoli, ciao. Mondd el a főnöködnek, hogy nyertél két jegyet. Fog örülni, ha holnap Szabit kérek. Ja, és hogy holnapra Szabit veszel ki, igen. Igen, hát akkor pláne fog titeket szeretni. Nem, vagy miért ezt elviseljük? Az a másik fájpontja a szabadság, úgyhogy. Ah, akkor most kiúszod a gyufát. Nyertél is, rádiót is hallgatsz, szabadságra is mész, Szolikám véged lesz. Köszi, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Na, helyes volt, nem? És jó helyre mentek a jegyek ismét. Jó helyre mentek. De holnap még lesz kettő. Holnap még? Ja, hát péntek, ha reggel megnyered, akkor még simán tudsz. Igen, nem tudom, valamiért abban vagyok, hogy most péntek van. De nincs. Ez egy csütörtök. Mert pénteken szoktunk nagyon jók lenni. Pénteken is. Ha csak pénteken lennénk jók, ugye? De mi lenne ezzel a műsorra? Péntekenként szoktunk jók lenni. Nagyon. Na, viszont egy apró dologgal még készültünk, téma ügyileg, mert hogy ugye erről már a héten beszéltünk, és maga a történet nagyon helyes, nagyon vicces. Ugye mindenki emlékszik talán arra, hogy nem sokkal azután, hogy bemutatták a 2017-es budapesti vízes világbajnokság plakát terveit, az internet felháborodott, és hát mindenki tényleg egyöntetően zúgolódott, hogy atya úristen, hát ezek hogy sikerültek? Láthatta mindenki, hogy valóban nem. És aztán Vigaszágon valahol egyszer csak elindult egy fiatal grafikus, aki csak úgy készített egyfajta vizsgafeladatként arculati terveket egyébként az 2017-es budapesti vízes világbajnoksághoz, és hirtelen jött sikerrel, egyszer csak kiválasztották az ő munkáját, és azt mondták, hogy te leszel. És arra gondoltuk, hogy felhívjuk, mégis mondja el, hogy ez hogy történt, ki hívta föl, mikor jött erre rá, kapott ezért pénzt, mert ugye másoknak egyébként baromi nagy összeget valószínűleg kifizettek, hogy megtervezze azért ezt a vízes világbajnokságot, az arculati terveket, a logókat és minden, és Ferenc közben felúszott a 8-ason, és fiatal grafikusként egyszer csak odaért. Hát igen, mert nem voltunk túlságosan elégedettek az első körben beérkező pályaművekkel, mert tehát, hogy így hát azok, valahogy azok, úgy éreztük, azok hát emlékszem, akkor 11-kor figymával és ketchuppel jobbat rajzoltál. Abszolút így van, tehát felhívtalak, és azt mondtad, hogy nézd, ezt a bal farpofámmal rajzoltam, nézd meg, és volt benne egy ecset is. Igen. Kicsit beleültem a feketébe, a pirosba, és rajzoltam egy láncidat. És azt mondtam, nézd, azok ott az oroszlánok, ott meg egy műugró kisnek. Aztán pedig szesz. Na jó. Nem, igen, állj meg. Na, szóval, amik elkészültek, arra, ha valaki emlékszik, az tudja, hogy ez a Photoshop középkorát idézi. Nem? Hát igen, legelső próbálkozás. A Photoshop megjelenése. A Photoshop megjelenése, nem tudom, Európában vagy Magyarországon, a Photoshop sötét középkora. Azok szörnyűek lettek. Itt hát, ott más színű víz, az ég, elnagyolt alakok, tehát nem is nem méretarányos kép, fura ember, aki kiemelkedik, agyon sminkelt, rosszul kinéző, műlovarnőnek sminkelt, műúszó, a fölötte a lánchíd, egy oda nem illő épülettel, vízcseppeket, tehát, hogy de ez dermesztő. Tényleg dermesztő volt. Hmm. És megijedtünk, hogy ugye majd megint, hát tulajdonképpen mindenki a szájára vesz bennünket, és azt mondjuk, hogy atya és te még ezt tudjuk jól megcsinálni. De igen. És hát volt már azért egy kabala állata. Ennek a puli. Igen, a ugye puli, a puli, puli boldog. Szegény. Hamar elmennek is fattyú. Zabi gyerek, a zabi kölyök. Érted, szegény, akit még Gyáfás Tamás se akart nagyon így felvállalni. Joggal egyébként. Joggal, igen. Na, itt van velünk az a fiatal grafikus, aki elkészítette az arculati koncepcióját. Ferenc, jó reggelt kívánunk, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hetsz, Ferenc, jól mondom a nevedet? Jól, kivételesen, igen.
ennyire. Ez is profi. Elsőre megvolt, mert ugye TSCH, hát ez azért egyéb kérdésekre adhat okot, hogy mi a pontos kiejtés. De, de most ezt úgy értetted, hogy kivételesen, hogy a te nevedet kivételesen jól ejtik, vagy pedig Balázs kivételesen jól mondott egy nevet? Na, hát figyelj, ez egy sikersztori, nem tudom te, hogy éled, mert mi nagyon szeretjük, mert közben tök helyes a dolog, hogy hatalmas nagy bearangozás, óriási plakáttervek, logók, nem tudom, kampány, és egyszer csak megérkezel a nyolcason felúszva, és az arculati koncepciódat elfogadják. Fölhúztad magad a látványon, ami fogadott téged az első tervekkel? Azért csináltad te is meg a sajátodat, vagy amikor tudtad, hogy lesz a pályázat, akkor már elkezdtél rajta dolgozni? Nem, nekem ez egy iskolai feladat volt, egy egyszerű fiktív feladat, ami azért ragaszkodott annyira a valósághoz, hogy meglévő tömegrendezvényekhez kellett dolgoznunk, úgyhogy egy nem pályázati anyagnak készült egyáltalán, hanem egy fél éves feladat volt. Igen, ez egy vizsga feladat volt, ugye? Igen, igen. Na, és akkor egyszer csak ezt így kiemelték, vagy valaki felhívott, és azt meg figyelj, Feri, tetszik, esetleg megvásárolnánk, vagy ad oda, hát hogy zajlik ez, hogy találtak meg téged? Hát engem szó szerint sehogy, ugye ez kapott egy média visszhangot különböző csatornákon, és utána volt egy ilyen lehetőség, hogy ez megvalósult, de lényegében hát ez úgy került képbe, hogy a Budapest olimpiai pályázat utolsó körös alkotóiból kiválasztottak a FIDA világbajnokság szervezőbizottsága három grafikai stúdiót, illetve csapatot, akiknek lehetőséget adtak arra, hogy elkészítsék ezt az anyagot, és az egyik ilyen stúdió vezetője az én tanárom a Kreába, aki ezt a Ördög László, aki ezt a feladatot úgymond konzultálta velem, és ő felkereste az iskolát, és ő megkérte az iskola igazgatónőjét, hogy beadhassák erre a felkérésre ezt az anyagot. De téged nem kérdezett meg? Hát engem az iskolán keresztül kérdezett, hogy ugyanúgy az igazgatónőjét. Persze, szóval, hogy ez ilyen. Te egyébként egy pályakezdő grafikusi pozícióban dolgozol, nem? Tehát ez egy óriási dolog a te életedben. Hát számomra egy hatalmas dolog, igen, mondhatjuk így is, úgyhogy még ülepedik azért, hogy felfogjam, de kezdek belejönni majd sokadik kérdésnek. És most a szervezőbizottságnak csak a logó, vagy a hozzá kapcsolódó plakáttervek is tetszettek, és átveszik azokat, mert hogy azok is szenzációsak egyébként. Nagyon szépen köszönöm. Erről konkrét információm nincs. Én úgy tudom, hogy az egész anyagot nagyon szeretik, és nagyon sajátjuknak érzik. Úgyhogy elképzelhető, hogy szakumpak megy tovább a dolog. Hát igen, az lenne fura, mondjuk, hogyha így elemeiben emelnék csak át a dolgaidat, mert hogy egyébként gyönyörűen összesimul az egész történet, tehát fantasztikus összhangban van minden mindennel. Igen, tényleg szenzációs. Hát igyekeztünk, köszönjük. Na most ez, valószínűleg az előző pályázatot komoly pénzért írták ki, amiből aztán ez a szörnyűség kerekedett. Te kaptál ezért bármilyen anyagi juttatást? Vagy téged ezért megkerestek, hogy oké, használjuk, de akkor viszont fizetnénk neked? Hát a szerződésbe foglalt összegből részesedem, erről viszont konkrétan nem szeretnék nyilatkozni. Valamint az iskola felajánlott nekem a következő évemre egy tanulmányi ösztöndíjat, illetve ezen felül még egy tanulmányi ösztöndíjat, hogyha a szakon befejezés után tovább tanulnék, akkor oda is még vonatkozik ez az ösztöndíj. Úgyhogy ez jó. Wow. Ez jó. Lényegében én egész jól járok ezzel a dologgal. És kaptál egy 10 alkalmas bérletet a Komjádi úszodában. Igen, illetve kétszer elmegy szaunázni a Lukácsba. És így 10% engedmény minden magdaltas zsömléből, amit két napnál régen. és 10 évig tartó örökös úszósapka bérlet. De csak a műanyag rózsás kivitel. Igen. Na, tehát ez egy nagyon nagy dolog, nagyon helyes történet. Hány éves vagy egyébként, Feri? 27. 27 évesen egyszer csak hát ide jutottál. De óriási. Igen. Tényleg, nagyon helyes a történet. Köszönöm. Beúsztál az egyesen, mint Czerny Attila. Igen, megérkeztél, ahogy szokták mondani, az egyesen vagy a nyolcosan. Igen. Ugye említetted, ez a Krea művészeti iskola, ugye? Igen, igen. És akkor itt te most tulajdonképpen a következő két évben úgymond ösztöndíjat, tehát ingyen tanulhatsz. Igen. Jó, nagyon jó dolog. Hát meg hát szerintem jó. A legfontosabb, hogy ezután te bárhol elindulsz pályázaton, bármilyen, te már azt tudod mondani, hogy gyerekek, ez vagyok én, ezt csináltam.
Tehát, hogy a hírnevedet megalapozza. Nem igen. Utolsó sorban, igen. Egy Joe kérdezi tőled SMS-ben, hogy boldog voltál, amikor felhívtak. How boldog. Igen, boldog voltál, amikor felhívtak. Na jól van, oké. Tudjuk, hogy nem vagy hozzászokva nagyon a különböző nyilatkozásokhoz, úgyhogy mi nem is kínzunk, mert egy grafikusnak elsősorban a keze a kenyere, és ugye nem a beszéd, úgyhogy mi nem kínzunk tovább, csak maga a történet nagyon jó, nagyon szimpatikus, nagyon kedveljük a munkádat, és örülünk, hogy nagyon megmentettél köszönöm. Bennünket ettől a fajta szörnyűségtől, amit elkövettek egyfajta kísérletezésként rajtunk, úgyhogy hát azért a te terveid azok egészen fantasztikusak. Úgyhogy csak ilyet még. Köszönjük. Köszönjük szépen. Nács Ferenc, hello. Szia. Ciao, ciao. Milyen lehet, nem? Csak igen, azért felhívnak rádió, HVG, ide nyilatkozol, oda nyilatkozol. Igen, igen. Végigmész a kreában a folyoson, és összesugnak mögötted a csajok. Jassz. Milyen lehet a pennája? Komolyan mondom, egy úszó VB plakát tervében hogy jutottunk el megint oda? A csajozásra? Hogy ne jutott Feri, te miért csináltam? Hogy Feri mögött összeszúgnak a csajok, hát komolyan mondom. Mindig, mindenek ez az alfa és az omegája, nem? Hogy a csajok mit szólnak. Kérdezzétek meg a srácot, olimpiai logót vállal. Hát! Jó a kérdés, az elfelejtettük megkérdezni, igen. Lehet, hogy már megkeresték fű alatt. Nem szeretem azt a logót. Se. Nem szeretem az olimpiát. De szeretem, szóval csak nem így rendezzük. Nem szeretem a finom főzeléket. Én vagyok a fias kisorat. Nem szeretek senkit. Hát remélem, hogy nem nyerünk. Na mindegy, ebben nem akarok belemenni. De olimpiai hívők vagytok? Nem. Már belementünk egyszer. Elmondtuk, hogy nem. Igen. Nem hiszek az olimpiában, a sátánban is. Így van a szerevadban, hiszek, aki majd eljön, és érré válnak a vizek, és elfoglalja a trónját. Jambosan. Na jó. Az őszinte ember végre. És most hallgassunk meg egy jó Venomot. Igen, helyes volt. Jól van, játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is onnalgatunk. Ez a beugró a hármasugráshoz. Jönnek már közben az SMS-ek. Kedves Fecó, megbíználok a Lánchidalagúton mozaikainak újrafestésére. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Eszi vagyok. Egy mosolygó női hangra a három pasinak mindig szüksége van ilyenkor reggel, komolyan mondom. Hányszor hallottad már? A hangodat? Hát nem. Ja, a mosolygós női hangokat. Ja, a mosolygós női hangokat, de annak örülünk tényleg. Ha egy női hallgatónak jó kedve van, az nekünk is feldobja a napot. Honnan hívtál minket, Eszter? Pestről, Ferencváros. Nem tudom, mit vártam még. Nem tudom, hogy elhallgattam, mint a várnék még valamit. Ráadásul mi is onnan beszélünk, akkor itt vagy a közelben. Igen. Igen. Mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz? Még suliba járok, most végzek az ELT-n. Igen, ja, és Balázs, megyek ma az előadásodra. Nagyon kíváncsi vagyok. Ma lesz előadása? Milyen előadás? Hát nem szólsz. Nagyon sok előadásom van. Te jó. Jobbnál jobbak. A fodrász kurzus? Igen, hajvasalókat mutatok be. Termékbe mutató lesz. Igen, mit? Használja ön is ezt a 3000 wattos Wilson hajvasalókat. Mindent a séromról kurzus. Gyere, Eszter, gyere. Ne, az ja, nem sajtos. Fizetős. Nem. Nem befizetős. Igen. Akkor este találkozunk. Jó. Ülj az első sorba. Vagy az ölébe. János, nem hiadra, ne írj semmit, mert lehet, hogy a Viki is ott lesz. Amikor pislogsz, maradjon sokáig lecsukva a szemet, hogy el tudja olvasni. A telefonszám, vagy mi lesz rajta? Nem, ezt csak humanizálunk, persze. Jól van. Jó lesz, hidd el, jó lesz. Elhittem, azért vagy ez. Készülök rá, és oda teszem magam, és ez megint jó lesz. Nem kell oda tenni magad. Miért nem? Mert úgyis jó vagy. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy Jancsi. Maradjunk ma Jancsiban, amit reggel kaptam. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Szerintem annyira fog menni, hogy hát az elsőről beszéltünk is hosszan. Mehetünk? Mehetünk. Na figyelj, szer. Hányadik születésnapját ünnepli a második Erzsébet királynő? Hallottam is reggel. Szó volt róla, hát egy fél órát a királynőnek szenteltünk, és igen, tudom. Róla beszéltünk, nagyon kedveljük őt.
90. Így van! Éjjel csoka, éjjel csoka, éjjel csoka, a Brzsi! Ne! A Brzsi! Jó. És amíg meghallgatod a best of-ot, ott miket mondtunk? Hát hallottam. A borsos újságírók már dörzsölik a kezüket ebből, holnap megint címlap lesz. Gyerekek, két naponta nem kell mit kitalálniuk. Nincs ezzel. Most már tényleg utalhatnának. Komolyan mondom, nincs ezzel. Menjünk tovább? Persze. Melyik filmben szerepelt együtt Bruce Willis, Benicio del Toro, Mickey Rourke? Ez a harmadik kérdés. Ja, bocsánat. Hogy nevezik idegen szóval az egykori élőlények megkövesedett maradványait? A dinoszaurusz maradványok, mi az, amikor úgy el... Állatok, növények, élőlények, blablabla. Igen. Egysejtőek, megkövesedett maradványai, igen. Ezek pedig ugye a... Igen. Mit? Ez a fosszília. Fosszília, így van. De ha ez történik, vegyem be egy kis szemet, fosszília. Így van. Fosszília. Menjünk tovább a harmadik kérdésre? Menjünk. Melyik filmben szerepelt együtt Bruce Willis, Benicio del Toro, Mickey Rourke és Elijah Wood? És Jessica Alba. Elijah Wood, Mickey Rourke, Benicio del Toro, Bruce Willis. Jó beteg film, de egyébként nagyon jó kis film. Film, képregény. Képregény, igen. A Zack Snyder csinált azt is, mint 300-at? Nem? Nem. Ja, jó. És játszott benne Bodrogi Gyula? Ne, egy kis jelenet volt, kivágták. De várjál, jó, várjál. Semmi gond, jövök. Ki szóltál valakinek, vagy ezt nekünk mondod? A Sin City? Azaz, te jó vagy, te kis ügyes eltés vagy. Te vagy valaki, aki keresgél. Nem, csak nem hallottam rendesen a második nevet, vagy nem tudom melyik. Persze, na őszintén kisegített valaki, oda rohant egy cetlivel, elértette. Mit a Benicio del Toro? Nem bedobta az ablakot. Na, bedobta az ablakot, egy galamb, megjött a csőrében a feladványa. Már 8 éve. Nem nyitottam ki. Mondjad? Úristen. Baj van? Mondom, éppen elcsúsztam a szobába. Megbotlottál egy rákban? Igen, hát nem is megyek, és ma reggel vettem pont egy cipőt, és egy ilyen harisnyi az ott, mi van rajtam, és parketta van a lakásban. Ez egy szórakoztató előadás lesz este, én már érzem, hogy jól fogunk szórakozni. Tehát... Ülj az első sorba, kérlek, jó? Elestél, és most ott ülsz a parkettán elesve? Igen. Bogárpózban fekszel a hátadon, és kalimpálsz? Várom, hogy valaki látnában fordítsátok meg ezt, fordítsátok meg. Olyan, mint a pincebogár, egyedül nem tud megfordulni. Ezt is olvad alattad a lak. Igen. De jól van. Szórakoztató lány vagy. Te, Eszter, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen, köszönöm. Oké. Szívesen. Hello. Szia. Jött még egy SMS, én is ott leszek este. Balázs, üdv, havas. Új barátok. Na jól van. 3-4-10 lesz pontosan, 8 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jött még egy nagyon helyes SMS, ugye beszéltünk arról, hogy megyek már este egy előadásra. Remélem lesznek pokoli történeteit, ha nem kisegítenek Trütko. Nagyon jó. Ott ülne az elsősorban a havassa. Annyira jókat írnak egyébként. Nagyon szeretem. Mikor lesz az előadás? A délután vagy elte? De jó vagy. Sapi küldte nekünk. Igen, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Beszéltünk Erzsébet királynőről, akit mi nagyon kedvelünk. Így van. Mondjuk tiszteljük, ezt, szeretjük. Mondjuk ezt a lelkes bulvár újságíróknak, akik nagyon hallgatnak bennünket, és mindig picit máshogy írják meg az elhangzottakat. Kedveljük, szeretjük, de arról beszéltünk, hogy milyen rossz lehet Károlynak ugyanakkor. Mert hogy ugye várja, hogy a hercegből egyszer csak ugye hát majd Anglia első számú embere legyen, de Erzsébet királynő viszont remekül tartja magát, 90 éves, és lehet, hogy Károly sose lesz az, ami ön szeret, és ő mindig herceg lesz, és hercegként fog meghalni, mint Károly herceg. És erről beszéltünk, hogy vajon kitalál-e valamit. Hát igen, meglepő lenne, hogyha mondjuk Joseph hercegként hallan meg, hiszen egész életében Károly herceg. Na jó, de hát ha Erzsébetet történne valami, akkor ugye ő a következő az utódlási sorrendben. Kavusztam, Lajos vagyok. És erről beszélgettünk egyrészt, hogy milyen jó, hogy Erzsébet ennyi időskettő, hogy szegény Károly. Próbáltuk kitalálni, hogy vajon ő mit érez. És...
ugye egészen váratlanul tegnap a Bolyhos Tölgy megnyerte. Igen, a Molyhos. A Molyhos, Bolyhos Tölgy megnyerte az év fáját. Nem váratlanul, viszont János ma reggel pezsgőt hozott, olcsót, rosszat, savanyút, viszont ezen... miért hoztam volna kellemes drágát, finomat, és beütötted, és megünnepeltük, hogy a Bolyhos Tölgy lett az év fája. Igen, úgyhogy már is megmutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Azért a bocsánat, Billikém, én vagyok a fangú. Igaz, hogy a trónok harcában így hívják, ha nem törvényes örököt, de az mondjuk 500 évvel ezelőtt játszódik. De jó, hát de Angliában így szokták. Hát hosszú évszázadok keresztül mindig volt valaki, aki bezavart, aki jobbról be. Jobbról beesett, és tényleg, szóval a példás királyi családban azért Károly oda-oda. Söndörödött még Kamilla mellé, ugye? És aztán... A bánatában volt, mert hogy nem lehetett volt, király. Elolvastam egyébként, hogy apasági, tehát DNS tesztet kér hát a srácnak már nem mondható 50 éves félig meddig trónörök és úriember, hogy tényleg Károly a papa, mert ha Károly a papa, akkor az ott kicsit bezavar. 90 évesen még ott a Erzsébet azért kapja az évet, nem mikor megjelenik egy ilyen kis 50 éves, hogy még akkor ő is törvényes örökös, félig meddig is jön. Szóval hát simán megteheti. Igen. Nekünk is volt Korvin Jánosunk például. Abszolút. Azért, aki bal kézről jött be. Értem. És ő is azért érvényesítette volna a jogait. Én vagyok a Korvin János. Lehetnél te felelem a Dómuzipa. Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, ahogy ezeket a Jani eljátsza. Óriási bensem. Mi újság? Képzeljétek el, megnéztük, a Dzsungel Kövének van egy ilyen nagyon-nagyon új feldolgozása. Nagyon dicsérték. Jót olvastam róla én is. És van egy olyan mozi Magyarországon, azt hiszem kettő van összesen, Pesten csak egy, amikor ilyen, nem lehet kimondani az IMAX-ot, ugye? Nem. Hogy ott sikerült megnéznünk. Hihetetlen élmény. Tehát, hogy... Azt gondolnád, hogy persze, beszélnek az állatok, akkor ez ilyen vicces meg lesz, mint a Eddie Murphy film. De nem, tehát, hogy ez 3 percig tart nagyjából, aztán rájössz, hogy benne vagy a történetben. De ilyen 3D-s kígyó kijövős, meg ilyenős elhajlós. Nagyon. Öreg néni sikítozós mögötted. Jaj, kígyó, akinek kígyó. Van lehetősége, nézze meg így, de egyébként tényleg jól sikerült feldolgozás. Tehát igazi szereplőkkel, igazi állatokkal, igazi kisfiúval, nem rajzfilm. Jaj, de nem az a bén, amikor látod, hogy ott áll az idomár a kamera mellett, és a medve való üveges tekintettel elnéz, és akkor így húzgálj egy láncot, mint a 600 indiai feldolgozásban. Tehát nem ilyen, nem egy ilyen kábítószerezett kígyót leesik a fáról, hogy ká, és egy bot végén csepeg egy lépes méz, tudod, és így és látod, sírkán, annyira nem sírkán, mert rohadtul unja az egészet, érted, és már menne lefeküdni, csak ütik, vágják, hogy legyen már sírkán, tehát nem ilyen, nem? Egy spárgával húzzák Maugli irányába kitönt pár lucat. Mondom, beszélnek az állatok, és tényleg eszedbe jut az Eddie Murphy film, amikor az Eddie Murphyvel beszélgettek, vagy ő értette, hogy mit beszélnek. De rossz volt az. De tényleg 2-3 perc után ez az érzésed elmúlik. Tehát, hogy annyira belekerülsz a filmbe, meg a történetbe, hogy... A gyereket elvisszük, megnézzük. Igen, mi is. Így. Jó, van. Ti is elviszitek a Benni? Ha kell, odaadom, akkor ott van a Csabi is megy. Hát ezt... Hívjuk a laphallgatóját. Morning show. Az bizony, mi vagyunk. Hello. Joe, jó reggelt. Hello. Sziasztok. Én lemondok az összes nyelméről. A Jani még egyszer fölköszönti az Erzsébet a királynőt a tradista szektoroson. Akkor mit mondtál? Mi volt? Éjjel csoga! Éjjel csoga! Éjjel csoga! Abri! Abri! Csak a te kedved. Mondom, hogy a borsban már vérbe mártották a klaviatúrát, hogy ez holnap ízekre szednek minket, de végre egyszer nem engem. Vagy hát legalábbis csak részben engem. Így van. Igen. Na, Joe, írtál nekünk egy nagyon jó SMS-t, ezzel te lettél a naphallgató. Ugye felhívtuk Ferit, akinek végül is a pályamunkája megnyerte az arculati koncepciót, és ő készíthette el ugye a 2017-es Budapesti Vízes Világbajnokság plakát terveit. Te csak annyit írtál, kedves grafikus úr, boldog volt, amikor felhívtad. Nagyon szerettük a boldogos SMS-edet, úgyhogy te vagy a naphallgatója, Joe. Nagyon köszönöm. Hol hallgatsz minket? Hát jelenleg Fehérváron, egyébként Várpalotán. Oké, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönettek, sziasztok! Köszönöm! Hello! Hello!
Hegyferit azot már megkeresték Borjából is, hogy a Moncsicsi Jézust fesse úr. Tényleg. Tegnap láttam, nagyon jó volt a dzsungelkönyve, írja egy hallgató. Na, de igazából azért kezdtem el mesélni a történetet, mert... Jézus ebbe van még? Gyerekeink abban a korban vannak, hogy a felszabaduló gázok alul felül nagy derültséget okoznak számukra, és szeretnek hangosan böfögni például. Tanulják meg halkan, és képzeljétek el, hogy a Demeter, a kisebb gyermekem, ez pont a moziban, mielőtt beül, elkezdődött volna, már csend van, már sötét, nem tudom, tiszta a kis fantáját, persze böfögt tőle, de csukott szája sikerült, és hangosan mondja, megtanultam böfögni! Tehát ennyire diszkrét a gyerek. De helyes, de aranyos, hogy vágnám fejen, ha az enyém csinál. Majd csinálja a tiéd is. Tudod, az álszentülő, hogy mit csinálnék, ha az enyém csinálja. Milyen zenéd lesznek, Csabi, remek zenék? Hozok két holland előadót, semmi közük egymáshoz. Nagyon tényleg jó. Csak ennyi, hogy hollandok. Az egyik egy neves DJ, az Armin van Buuren. A másik esetekbe jut ez a sziget reklám. Nem, ez a sziget reklám, az megvan, amikor ki az az, ami fog bubúrja, ki se tudom mondani. Na mindegy. És jön vele a Kensington, akik viszont tavaly vendégei voltak a Klassz délután, a Vágópiros, és ők tényleg teljesen más műfajban dolgoznak, de valamiért ez a Buuren srác mégis a Kensingtont kérte fel, hogy készítsék el együtt ezt a Heading Up High című dalt, és tökéletesen sikerült, hallgassátok meg. És a norvég kidobó a haja menjen innen. nem jött velük? De ő volt a kidobó, amikor a stúdióban együtt zenéltek. És a skandináv műsáncugró a porhó hes innen. Na jó. Csabikám, jó munkát neked! Kösz! Holnap jövünk 6-kor. Szép napot mindenkinek! Szevasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.